Szeretnék beutazni, mi kezdem, én vagyok, én az MTR-en dolgozom, illetve a Republika Intézetnél, társadalmi mozgalmakkal foglalkozom, itt a Kórumszon is van, itt volt egy ilyen kurzusom, és arra kért fel több mozgalmaknak a történetéről, és nem szeretném, hogy nem vagyok történész, nem szeretnék ilyen nagyon ilyen túltörténeti lenni, inkább arra szeretnék koncentrálni, hogy milyen következményei vannak az egész zöld dolognak, vagy a zöld mozgalomnak arra, hogy milyen most a politika, vagy mennyire lehetett más, vagy mennyire nem. És aztán majd szeretnék még beszélni arról, hogy mi a szerepe, vagy lényege egy mozgalmiságnak, akár arra nézve, hogy mondjuk egy pártnak, mondjuk az LMP-nek mozgalmi háttere volt, vagy van, és ez hogyan befolyásolja azt, hogy most hogyan politizált rám, illetve arra is, hogy mit jelent most az alternatív mozgalmiság ma Magyarországon, azok után, hogy mondjuk amit látunk is, ez a globalizáció kritikus mozgalom, ami az alapja volt az egész LMP-nek, hogy az intézményesedett és egy pártá alakult. Én nem tudom egyébként, hogy ők, illetve ti milyen háttérrel vagytok, de gondolom, ugye ez egy ilyen aktivista vagy önkénteseknek így a képző. Tehát azért gondolom azért nagyjából mindenki ilyen társadalomtudományos háttérre, nem? Nem? De teljesen különböző mindenki. Teljesen különböző. Teljesen különböző. Na nem baj, mert úgy sem lesznek olyan dolgok, amik annyira bonyolultak vagy értetnek lennének. Arra én nagyon szeretnék most kitérni, hogy az egész nemzetközi zöld mozgalom az így honnan jött, hogy azért a 70-es években szólni, hogy tudjuk, hogy például Római Klubnak a jelentése. Mondjuk maga az egész nyilvánvalóan a zöld gondolat azért van egy olyan... Hello. Van egy olyan gyökere, ami vissza lehet vezetni a felvilágosodásig, ami fontos volt például magában a romantikában az, hogy az egész bukolikus költészetnek a felfedezése, vagy a táj az mit jelent, a romantikus művészetben, akár mondjuk Wagnernél a germán tájpedének lehet gondolni. De maga nyilvánvalóan az, hogy akkor a természet az óvandó és nem egy legyőzendő külső erő, az azért így nyilvánvalóan az ipari forradalommal jött el, akkor jöttek létre azok a társaságok, amelyek azt gondolták, hogy meg kell őrizni valahogy a természetes környezetünket. Maga az, hogy zöld pártok elkezdődtek, Hollandiában volt egy ilyen önkormányzati szinten lévő csoport, párt, inkább egy csoport, amelyik még hasonlóval kampányolt, amelyik először bejutott a különböző városi tanácsokba. Maga az első zöld párt egyébként az... Vajon hol alakult meg az első zöld párt? Mit gondoltok? Hollandiában? Ausztráliában. Tehát Ausztráliában és Új-Zélandon voltak az első ilyen zöld pártok, és amelyik országos volt, az Új-Zéland volt, és ott valami 3%-ot elértek, viszont ennek azért volt jelentősége, mert elterjedt az a gondolat, hogy tulajdonképpen lehet ilyen dolgot csinálni, hogy akkor zöld párt. Ugye még azelőtt vagyunk, hogy a német zöld párt megalakult volna, amelyik Európában nagy vitagjában volt először zöld párt, és aztán a belga zöld párt, amelyiknek volt egy ilyen választási áttörés, és aztán a német zöld párt, ami ott a legismertebb, illetve amelyik a legmeghatározóbb lett. Ugye maguk ebben az egész fejlődésben, ebben a zöldség dologban az egy nagyon fontos szerepe volt magának a... Hát én összefoglalom, hogy úgy hívom, hogy az alternatív mozgalmiságnak. Ugye, tehát magában a zöld gondolatban azért nagyon sok minden benne van. Ezt úgy mondjuk, hogy úgy használjuk a mozgalomutatásból, hogy az új társadalmi mozgalmaknak maguk az új társadalmi mozgalmak, amelyek lényegesek voltak. Az új társadalmi mozgalmak azok a 60-as, 70-es években alakultak ki. Ide tartozik ez a globális békének a mozgalmai, a feminista mozgalom, a zöld mozgalom, és olyan autonóm mozgalmak, mint például mondjuk a házfoglaló mozgalom. Tehát ez Hollandiában az elég fontos volt, de Németországban is mondjuk a házfoglalók az egy fontos gerincét adta az egész autonóm mozgalomnak. És ugye olyan gondolatok jelentek meg, amit mondják a társadalomtudományban, hogy ezek a posztmateriális értékek egyre fontosabbak lettek, tehát nem feltétlenül a növekedés,
vagy az anyagi biztonság, ami számított, hanem a jó életnek olyan dimenzióit keresték az emberek, amik arra vonatkoznak, hogy akkor hogyan lehet esetleg az egyéni autonómiát, vagy a közösségi autonómiát, hogyan tudja magát kiteljesíteni az egyén. És olyan dolgok lehettek fontossá, ami a jó életnek a része, például az, hogy a közösségben hogyan létezünk. Ugye? Tehát az új társadalmi mozgalmaknál, vagy a zöld mozgalomnál is nagyon fontos volt az, hogy nem egy hierarchikus szervezetről van szó. Erre mondják azt, hogy akkor ilyen hálózatosan szerveződtek ezek a mozgalmak. Amit egyébként utána persze sokan szívnak, hogy a politikai hatékonyság szempontjából mennyire jó mondjuk az én bázis demokratikus szervezet, vagy mennyire nem. De ezekben a mozgalmakban, ugye ezt így mondjuk egyébként a mozgalomban, a prefiguratív akció. Ez arra vonatkozik, hogy egy-egy mozgalom nem feltétlenül csak célokat jelöl ki, hanem maguk az eszközök is olyanok, amelyek megvalósítják, illetve szimbolizálják, jelképezik azt, amilyen ideális társadalmi helyzetet szeretnénk elérni. Ez arra vonatkozik, hogy míg a hagyományos mozgalmak, mondjuk a munkás mozgalom, ott azért volt egy erős hierarchia, és azt gondolták, hogy akkor el kell érni a kommunizmust például. De erre viszont azt mondja ezek az új társadalmi mozgalmak, hogy már a mozgalmi gyakorlatban is olyan dolgokat kell létrehoznunk, úgy kell egymással mondjuk kommunikálnunk, döntést hoznunk, amely mutatja azt, hogy mi ez az ideális világ, amiben szeretnénk élni. Tehát nem a cél, hanem az eszköz, ami sokkal fontosabb. Prefiguratív akcióra például jó példa az, hogy nem tudom mennyire vagytok tisztában, vagy mennyire követtétek azt, hogy vannak ezek a tiltakozó táborok. Ugye vannak ezek, ez mostanában terjedt egyébként, mint egy ilyen tüntetési forma. Köszönhetően bizonyos szempontból, sőt nagyon sok szempontból a közösségi médiának, és hogy ilyen tiltakozó táborok jönnek létre. Ugye a Tahrir tér, a Zuccotti Park, ugye New Yorkban, ami az Occupy Wall Street-nak, Occupy Wall Street azért ez nem ismerős, ugye volt ez a... Mikor is, nem jó, igen, 11-ben volt, amikor elfoglalták ott a tüntetők, Occupy, a Zuccotti Parkot, ami egy ilyen érdekes státusza volt, azért is lehetett elfoglalni, mert félig ilyen, egy ilyen magánpark volt, tehát ezért segített őket a rendőrök eltakarítani. De hát ilyen volt mondjuk a Majdan tér is Kijevben, ugye, az ukrán válság alatt. Ki tud mondani egy példát mondjuk magyarországi tiltakozó táborra? Például. Ez egy jó példa, igen, köszönöm. De hát ami az első tiltakozó tábor volt, és megelőzte egyébként az ilyen Tahrir tér, meg a Madridban a Puerta del Sol, ugye, az Indignados mozgalomnak, hogyha ez valakinek ismerős, annak volt a tiltakozó táborra, hát azért ez egy... Mi már ebben a tekintetben is előbb voltunk, hát a 2006 után ugye a Kossuth tériek, az is egy tiltakozó tábor volt, ott azért nyilván a közösségi médiának kevésbé volt szerepe. Mindenesetre ezek a tiltakozó táborok önmagukban például megmutatják azt, hogy mi az a prefiguratív akció, mert például az Occupy Wall Streetnél vagy Madridban ott az emberek akkor létrehoznak egy könyvesboltot, van orvosi sátor, van konyhasátor, van wifi, van sajtósátor, stb. Tehát maga a tiltakozás az úgy történik, hogy megmutatják azt, hogy szerintük mi az ideális társadalmi berendezkedés. Na és ilyenek voltak egyébként a maguk ezek az új társadalmi mozgalmak, köztük a zöld mozgalom is. Egyébként visszatérve a tiltakozó táborra, azért a zöld mozgalomnak már akkor voltak ilyen táborai. Ugye a közösségi média egyébként azért segíti a tiltakozó táborok létrehozását, mert megkettőzi, van egy fizikai tér, és van egy virtuális tér, amiben tud létezni a tüntetés. Akár úgy is oda lehet menni, idézőjelbe a tüntetésre, hogy otthon ülök a szobámban, mert követem azt, hogy itt például mit streamelnek az emberek. Mindenesetre még ezelőtt azért voltak tüntetési táborok, tiltakozó táborok az Egyesült Királyságban, ami arról szólt, hogy maguk a tüntetők a testükkel, általában nyilvánvalóan a testnek nagyon fontos szempont, ez fontos szerepe van a mozgalmaknál, mert maguk egyébként a testeket is mozgósítani kell ahhoz, hogyha valamit el akarok élni, tehát egy utcai vonulás is. Testeket, jelképeket, érzelmeket viszek be az, hogy elmegyek tüntetni.
De hogy a különböző beruházás ellenes, vagy valami építkezés ellenes mozgalmak, ez fontos volt, hogy akkor ők letáboroznak ott, és mivel, hogy ők ott vannak a testükkel, ezért nem lehet például kivágni a fákat, ahogy a ligetvédők szeretik ezt csinálni. Nem tudom, hogy így erre valaki tud választ adni, de hogy mi volt egy ilyen akció a Magyar Zöld Mozgalom történetében, ami egy beruházásról volt szó, az államtámogatásról. A Kőszegmaros. Igen, egy kicsit későbbre gondoltam, mert én egy olyasmire gondoltam, ami itt az LMP megalkulása szempontjából azért fontos volt, de ez egy nagyon jó példa, és majd a bűnösszemből rá fogunk térni. Egy állami beruházás volt szintén, és hát ez ilyen 2004-2005-ös dolog. Talán a tapasztalatok kollégák tudják, és oda mentek a riadóláncot, hoztak létre a tüntetők, nem engedték, hogy kivágják a fákat. Pécs mellett, igen. A tubesi lokátor. Pontosan, az engő ügy. Ott is tulajdonképpen létrehoztak egy ilyen tüntető tábort, de ott azért kevésbé az ideális társadalmi berendezkedésnek a demonstrálásáról volt szó, tehát kevésbé a prefiguratív akcióról volt szó, hanem sokkal inkább valami praktikus okokból, hogyha ott vannak, akkor nem lehet kivágni azokat a fákat, illetve elkezdeni az építkezést. Minden esetre visszatérve magára arra, hogy a 70-es években hogyan kezdődött el az új társadalmi mozgalmak, vagy milyen szerepük volt, valóban ez egy teljesen másfajta eszközt használtak, mint a korábbi mozgalmak. Ugye általában a munkás mozgalommal szokták ezt összevetni, hogy ahhoz képest más volt az új társadalmi mozgalmak, így a zöld mozgalom is. És hát itt azért nyilvánvalóan az eszközt, meg a célokat nem lehet függetleníteni egymástól, tehát azért is volt fontos az, hogy egy decentralizált, hálózatos, ilyen hierarchiamentes, vagy ilyen lapos hierarchiával rendelkező mozgalmakról volt szó, mert maguk a célok is olyanok voltak, hogy a politikai ökológia azt mondja, hogy fontos az ilyen kis részletekre figyelni, fontos úgy létrehozni, vagy olyan... Ugye amikor van egy olyan mozgalom, amelyik azt mondja, hogy akár a minket körülvévő természetes környezetnek a védelme fontos, akkor nyilvánvalóan nem úgy hoznak döntéseket, mint egy bulldozer, hanem figyelembe kell venni nagyon sok szempontot. Nem tudom, hogy a Zoli majd ilyen politikai ökológiáról fogja beszélni, csak egy nagyon röviden. Ugye az egy kicsit egy ilyen akadémiai tudományféleség, gévált, maga a politikai ökológia, illetve az, mert ennek az a lényege, hogy a természetes környezet, illetve az alapvetése, hogy a természetes környezetnek mondjuk az átalakítása hogyan történik, és az kinek a kárára folyik, azért az megerősít, vagy felerősít egyenlőtlenségeket, illetve különböző társadalmi státuszok, vagy a hatalmi hierarchiában elfoglalt pozíció szerint részesül valakinek annak a kárából. Most így próbálom egyszerűsíteni, ez mit jelent. Ez azt jelenti, hogyha valahol leteszik mondjuk a szemetet, az ország olyan környéken fog történni, ahol a szegény emberek laknak. Vagy alapvetően a mondjuk akár Budapesten is meg lehet nézni, hogy hogyan rendeződik az egész város. Az, hogy a nyilvánvalóan, ahol élhetetlenebb a környezet, ahol rosszabb a levegő, ott a szegényebb embereknek van lakhatása, és hogyha valami történik, ami változása akár a városnak is az ilyenfajta ökológiájában, az csak felerősíti ezeket az egyenlőtlenségeket. Jó példa erre például a majd erről lesz, hogy próbálkozni szeretném majd erről, hogy beszélünk, hogy a lakhatási mozgalom is azt mondja, hogy ami történik lakhatás terén mondjuk Európában, Budapesten. Új hír egyébként, ma olvastam reggel, hogy a kormány valami Airbnb kedvezmény dolgot, csomagot fogadott el, tehát egy évben elég 38 ezer forintot adózni. Ugye? Tehát ez is egy olyan dolog felé mozdítja el a városnak az ökológiáját, hogy akkor akinek mondjuk van, ki tudja adni, az jobban járunk, viszont aki meg lakás hiányban szenved, vagy lakás szegény ilyen szempontból, mi meg egy egészségtelenebb, rosszabb környezetbe kényszerünk követni. Tehát a politikai ökológia az ezt mondja, hogy itt összefüggés van a környezetünk átalakítása, vagy az egész
ahogy élünk, ökológia és a társadalmi különbségek, ezek összekapcsolódnak. És persze nem csak egy-egy társadalomra kell gondolni, hanem nemzetközi szinten is. Ha majd lesz szó a globalizáció kritikus mozgalomról, de egy nagyon fontos szempont volt az, hogy nem csak Buda és Pest között van különbség, hanem Észak és Dél között is különbség van, olyan szempontból, hogy az északi gazdag országok és a déli szegény országok között a, nagyon gyakran nem csak a rossz munkáknak a kiszervezése folyik, hanem a környezetkárosításnak, illetve az élhetetlen környezetnek a létrehozása is kiszerveződik. Ugye mindenkinek megvannak ezek a képek, hogy Indiában a mezitláb szedik szét a különböző hajókat, amiket oda visznek, és akkor örülnek ezek az emberek, hogy akkor valami fémet ott össze tudnak szedni, vagy hogy Afrikában ugyanúgy mezitláb egy kis pólón a szerencsétlen bányászok arc előtt, és akkor új bányászák a ként, ami meg olyan gőzök szállnak fel, hogy teljesen tönkre megy a tüdejük. Ugye, és ez fontos szempont volt a politikai projekt, a zöld mozgalom szempontjából, és ezekre a globális egyenlőtlenségekre felhívja a figyelmet. Szóval itt vagyunk akkor a 70-es években, és aztán történik egy áttörés, ami hát részben azért köszönhető az Európai Uniónak, ugyanis 79-ben tartották az első EP választást, ami ugye nem csak delegálták már a képviselőket, hanem azért, hogy erősítsék, hogy demokratikusabb legyen az Európai Unió. Persze akkor még sokkal kevésbé volt ennyire meghatározó az EU. Így még a Maastrichti szerződés előtt vagyunk, tehát még EGK, Európai Gazdasági Közösség volt, és nem Európai Unió. Minden esetre 79-ben azért, mert hogy közvetlenül lehetett választani a képviselőket, ezért lehetőséget kaptak a kisebb, nem annyira fősodrú pártok, mint a zöld pártok arra, hogy valami fajta választási áttörést érjenek el. És nem vagyok benne biztos, és elnézést, hogyha rosszul mondom ezeket az adatokat, de hát arra volt az internet, hogy bárki meg tudja nézni, tehát ezeket nem is kell megjegyezni. De azt hiszem 79-ben, nem, 81-ben alakultak a német zöldek, nekik a, akkor is már 5 éves ciklus volt, nekik a 84-es volt egy ilyen áttörés. Minden esetre már talán azt hiszem 79-ben talán a belga zöldek indultak, és talán még nem értek el, vagy valami 3%-ot értek el, minden esetre azért mutatták azt, hogy lehetséges zöld pártokat alakítani, és aztán ugye mondjuk a német zöldek bejutottak az EP-be is, és a Bundestagba is, és akkor ez volt egy ilyen áttörés a zöld politika szempontjából, hogy akkor ez már nem csak egy ilyen mozgalmi szinten tudott létezni, hanem pártpolitikai szinten is. Ugye azért olyan szempontból azért érdekes különbséget tenni, ez leginkább a német meg a francia zöldek között jön ki, hogyha mást így a zöld politikáról beszélünk, a pártpolitikáról, hogy azért többnyire úgy gondolunk így a zöld pártokra, hogy azok ilyen baloldali pártok, vagy inkább a baloldalhoz sorolhatóak. De azért ez nem teljesen egyértelmű. Ugye? Tehát ez az, valamit meg kell őrizni. Magának, ahogy már mondtam, ez az egész romantikus nacionalizmusnak is egy fontos eleme az, hogy a táj, ahol esetleg felnőtt az ember, vagy amit úgy gondolja, hogy hozzátartozik a nemzethez, annak a szeretete, vagy annak a védelme, azért ez egy erősen ilyen konzervatív érték is. Tehát, hogy magában az ő mozgalmiság nem feltétlenül baloldali ilyen szempontból, és ezért ugye van egy ilyen különbségtétel. Én ezt szerintem valahol olvastam, de nem vagyok benne biztos, lehet, hogy csak én találtam ki, mert utána próbáltam ezt keresni, googlizni, hogy van ez a mély zöld, meg a színes zöld. És ezt próbáltam keresni, nem tudom, hogy ezt én azt valahol olvastam, de aztán nem találtam úgy, hogy lehet, hogy akkor én találtam ki, nem tudom. De ezt a mély zöld, az sokkal inkább a konzervatívabb dolog, ez a francia zöldek inkább ilyenek. A színes zöld pedig ez a kicsit olyan hippis, ilyen újbalos dolog, ez pedig a német zöldek. A különbség pontosan abban van, tehát a Franciaországot azért is inkább konzervatívabb a zöld oldal, mert ott azért kötődik erősebben úgy a vidékhez, hogy ez a kistermelő, ez az agrár
zöld dologhoz, például a francia zöld mozgalomnak egy fontos szereplője, José Bovi, aki azt mondja, európai parlamenti képviselő is, ő talán rátámadt egy McDonald's-ra valahogy a 90-es évekből, és akkor ezért vált, ő is hívt, tehát hogy egyszer volt egy ilyen beszélgetés. Igen, traktorral bement egy McDonald's-ba. Igen, tehát hogy ilyen azzal tiltakozott, hogy akkor a hagyományos francia étel, meg ezt az egész kultúrát, a szokás helyezteti maga a McDonald's, és ő így vált a nemzetközi rózsaszobitikus, meg a francia zöld mozgalomnak egy fontos szereplőjévé. Még Németországban a gyökere a zöld pártoknak, vagy a zöld pártnak, illetve a zöld mozgalomnak, sokkal inkább ez az autonóm szcéna, a németek szeretik ezt a szcéna kifejezést, tehát ez az autonóm politikai szcéna, amiben például a házfoglaló csoportok is beletartoznak, aminek azért volt egy ilyen baloldali háttere, vagy indítatása. Ott persze egyébként maga az alapkonfliktus, ugye azt szokás mondani, hogy mindig van egy ilyen alapkonfliktus, ami létrehoz különböző típusú mozgalmakat, vagy ugye felszínre hoz, vagy egy olyan fajta erőt hoz létre, ami köré lehet szerveződni. Ilyen volt Bős-Nagymaros egyébként a rendszerváltás során, illetve a később így a 2000-es években az NGO ilyen fontos konfliktus volt. De mint mozgalmi ügy, mint egy ilyen fontos szervező erő, a németeknél az maga a nukleáris energia kérdése volt, tehát az atomenergia. Illetve az, meg az egész Pershing rakétáknak az ügye, amikor az volt, hogy a Kuda telepítenek Nyugat-Németországba az amcsikai rakétákat. És ez egy nagyon fontos erő volt, és ez nyilvánvaló utána jellemzi is az egész mozgalmat, tehát az atomenergia ellenes mozgalmiság. Most azt, hogy akkor milyen társadalmi háttere van ezeknek a zöld pártoknak, nyilván ez attól is, hogy akkor mennyire valós, vagy mennyire jobbos. Tehát, hogyha maradunk ennél a megkülönböztetésnél, hogy Németország vagy Franciaországban, akkor Franciaországban azért ott számíthattak esetleg a különböző kis területeknek, vagy vidéki embereknek a szavazatára is, viszont Németországban még inkább egy ilyen, ha nem is anyagi, de kulturális értelemben egy ilyen középosztályi mozgalmiság volt ez. Tehát nyilván olyan emberek vettek részt ebben, akik egy ilyen magas kulturális tőkével rendelkeztek. Ugye már annak a felismerése, hogy akkor nem feltétlenül nekem az anyagi biztonság a legfontosabb, hanem vannak olyan posztmaterális értékek, amik túlmutatnak az anyagiságon, illetve hát még ezek a gépek is rosszak. Rossz az anyagiság, mert hogy engem elterít attól, hogy a jó teljes életet éljem, és hogy maga a fogyasztóként erre nincs lehetőségem. Ugye, mert az egész zöld dologban azért benne van egy ilyen fogyasztás ellenesség, amelyeket az én személyes véleményem szerint azért nagyon gyakran át tud fordulni, amikor az emberek elkezdik így a fogyasztókat szívni, tehát ez kicsit egy ilyen kicsit elitista hozzáállás, amikor ugye vannak a fogyasztók, ezek az emberek, hogy nem kell nekik ez meg az meg amaz. De itt vagyok én, aki nem tudom róla ezek, és akkor ettől mennyire jobb vagyok. Tehát, hogy és azért ez egy kritikája is általában a zöld pártoknak, hogy van egy ilyen urbánus, egyébként jól kereső, magasan képzett réteg is, ugye ők a választóik, és emiatt nem vesznek figyelembe mondjuk olyan szempontokat, amelyek a náluk rosszabb helyzetbe élőket érinti. Nagyjából ennyit így arról, hogy akkor ez a zöld dolog honnan jött, és akkor kicsit szeretnék eltérni, nem is kicsit, a magyar... Hoppá, mit csinálom? Kicsit ügyet megint. Én még korábban írtam egy tanulmányt, egyébként ez fenn van az interneten, úgyhogy beírják azt, hogy nevemet, vagy az, hogy van irány, azt hiszem ez a cím, igen, van irány, ez a címe, ez a... Rendnek a magyar politikai. Pontosan. Ez 12-es vagy 13-ban jelent meg, ez még az első termet kötet az MTA-ban, most jött ki a második. És még ebben írtam arról, hogy a Jobbik, illetve az FDP-nek a mozgalmi hátteréről. Ugye itt azért 12-ben vagyunk, itt akkor még sokkal érezhetőbb volt ez a mozgalmi háttér. Ugye ez szóval nagyon sok tanulmánynak a címe, hogy új pártok változó mozgalmak.
És itt én azt néztem meg, hogy ezt kicsit sorba vettem azt, hogy mi ezeknek a mozgalmaknak hogyan változtak ezek a mozgalmak, illetve arról, hogy miért kezdtek el pártosodni. Jó, tehát itt kb. Én három időszakot különböztettem meg itt az alternatív ökológiai mozgalom, ez azért is ez nem csak én használom, hanem a mesterem ekkori, egykori konzulensem Szabó Máté is, aki tulajdonképpen az egész mozgalomkutatást jelöztetett Magyarországon, hogy ő is egy alternatív mozgalomról beszél, egyrészt ennek van egy ilyen németes gyökere, ő egyébként Németországon volt többször ösztöndíjas, tehát ő is ezt az irodalmat onnan vett el. Másrészt én azt gondolom, hogy azért is alkalmazható ez Magyarországon, mert azért valljuk be, azért szűk ez a mozgalmiság, tehát hogy a különböző csoportokat nem lehet olyan élesen elkülöníteni, mert mindenki egy kicsit ebbe is meg abba is benne van. Tehát aki valaki feminista dolgokkal foglalkozik, akkor az valahogy kapcsolódik az ökológiához, és emiatt az alternatív mozgalom egy ilyen jó összefoglaló kategória lehet. Azért valljuk be, ez most is azért így van, de amikor én foglalkoztam maga ez a globalizmus mozgalom a 2000-es években, ott is azért, hát szerintem egy ilyen a magban szerintem egy ilyen 50-100 ember volt. Ami hát nem sok, de egyébként annyira nem is kevés, hogy tulajdonképpen 50-100 ember az már annyian már azért lehet létrehozni. Nem is változás Magyarországon, de valami olyasmit el lehet kezdeni a politikában, aminek azért van valami súlya, vagy jó rezonál. Egy ilyen gondolatmenetként csak, hogy itt zárójában itt körül, hogy a Momentum mozgó, ugye ők sem voltak. A Momentum párt, nem mozgó, már egy párt. Ők sem voltak sokan, de csak azért, hogy jó szervezettek voltak, emiatt elég nagy hatást tudtak elérni, pedig voltak ők is 100-an kb. Maga a olimpia kampány, nem tudom mennyi vettek részt, hogy biztos többet, de hogy azért nem olyan sok emberrel azért lehet, hanem is felforgatni az országot jó értelemben, de azért lehet valami fajta reakciót elérni. Három korszak, amit én megkülönböztettem, az a rendszerváltás, ez egy rendszerváltás környékén ez a Kádár rendszer zöld ellenzéke, a 90-es évek nézetvégését, a hazai globális mozgalom, és valóban a Kádár rendszer zöld ellenzéke, vagy ez ott a magyar mozgalom, ez a Bős Nagy Maros a vízlépcsőnek az ügye volt, mondom erről, hogy már sokan hallottatok. Tehát ez egy ügye, hallottatok. Ugye az volt, hogy itt még a 70-es években egyezett meg így a Csehszlovákiának, de ezt elég mondtam ki, Csehszlovákia és Magyarország két népköztársasága, ahol akkor lesz egy ilyen vízi erőmű, és hát ugye magyar oldalon kezdődtek el aztán különböző felismerések arra, hogy ez mit okozhat. És ez az érdekes segített be az ügyben, és ez az érdekes magában, ez egy fontos jelzetése magának egyébként a zöld mozgalomnak, vagy a zöld politikának, hogy nagyon szeret tudományos lenni. Ugye egyébként ez is látszik, hogy olyan fajta társadalmi közegben jön létre, vagy olyan fajta olyan emberek vannak benne, akik azért van hozzáférésük, vagy hozzáértésük az ilyen akadémiai, tudományos eredményekhez, vagy egy olyan háttérből jönnek, vagy olyan hátterük van, hogy egyáltalán nyilván egyetemről jártak, és ezért a különböző ügyeknek a politikai véleményeknek, vagy az argumentumoknak a létrehozásánál azért hivatkoznak ők arra, hogy milyen fajta tudományos eredmények vannak. Ugye maga a politikai ökológia is azért számolatot, tehát azért különböző természettudományok, mérnöki tudományok és társadalomtudományok így keverednek magában az egészben, és akkor mindig olyan fajta igazságra hivatkozik mondjuk egy zöld politikus, hogy márpedig, ha megnézzük, akkor nem érdemes ott építeni a gátat, mert egyébként is a vízhozam olyan, és utána, és akkor vannak ilyen különböző
meglátások, eredmények, amelyek ilyen tudományosak, és a bőslemgyulladás kapcsán is maga az egész diskurzus, hogy akkor ez kell vagy nem kell, azért ilyen tudományos műhelyekben jött létre. A Műszaki Egyetem meg az MTA-nak is voltak olyan szakértői, akik ilyen alternatív véleményeket fogalmaztak meg. Mondjuk ebből ugye persze van egy ilyen csavar, hogy azért politikáról van szó, és akkor a politikában, tehát ugye a szakértelme való hivatkozás, vagy egy objektív vélemény, már pedig így van, azért az nem sokat számít. Ez sokat számít abban a szempontból, hogy tudom igazolni, hogy legitimálni a politikai véleményemet. Tehát a politika az nem arról szól, hogy milyen fajta mérnöki igazságok vannak, hanem arról, hogy milyen érdekek és értékek vannak, és arra tudok-e támogatást szerezni. És ilyen szempontból a tudományos hozzáértés, vagy meglátás, vagy a szakmai vélemény is egy erőforrás a mozgalom szempontjából. Itt még annyi más lehet. Tehát, hogy itt politikában azért más jellege van, vagy más értelmet kap a szakértelem. Minden esetre maga az egész Dunakanyar védelme, Bős-Nagy Maros azért egy ilyen tudományos a szakértői szinten kezdődött el, és aztán később lehetett mozgósítani egyre több embert, ugye a mozgalmat, a mozgósítás az egy ilyen központi kategória, hogy hogyan tudom felhasználni az erőforrásaimat, hogyan tudom meggyőzni a közvéleményt. Ugye, mert egy mozgalom, hogy hogyan tud eredményt elérni, vagy mik azok a formák, amelyek nyomásgyakorlásra hajra képesek. Ugye a mozgókutatásban van egy ilyen meglátás, hogy különböző tiltakozási formáknak van egy logikája. Ami a legfontosabb, szerintem, vagy a legjellemzőbb, az a számosságnak a logikája. Tehát minél többen vagyunk, annál inkább sikeresebb lehet egy tüntetés például. Miért? Azért, mert akkor adok a döntéshozóknak, szakértőknek, politikusoknak arról egy képet, hogy tulajdonképpen az én ügyem mekkora támogatással bír, mert ők azt gondolják, hogy úgy is legyen támogatják, ennyien nem akarják, hogy legyen netadó, akkor inkább ne legyen, mert különben el fogom bukni a választásokat legközelebb. Vagy egy olyan permanens, nem tudom, egy ilyen nyomásgyakorló hangulat alakul ki, amelyik aztán erodálni fogja az egész politikai imázsomat, vagy pártomat, mint ami történt a szocialistákkal és Gyurcsány Ferenccel 2006 és 2010 között. Tehát ez a számosság, ami azért sokféle módon jöhet létre, vagy kint vagyunk sokan a Kossuth téren, vagy nagyon sokan írunk alá egy petíciót, vagy ami a legkevésbé hatásos, hogy nagyon sokan lájkolunk valamit, és akkor majd biztos valami történik. Hú, ennyi lájk van, akkor szerintem valamit visszaesztetőjük. Még két ilyen logikát sorolva fel a szakirodalomban, a másik pedig ez a károkozásnak a logikája, hogyha mondjuk sztrájkolunk, nem mennek a vonatok, akkor a mindennapi rutint annyira felforgatja a tüntetés, vagy a tüntetési forma, hogy aztán az jó belátásra bírja a döntéshozókat. Mondjuk egy cégnél, ugye mondjuk bojkottálunk, tud valaki bojkottra példát mondani a magyar politikából, vagy a magyar politikai történésekből? Volt ez a francia teipari vállalat. Igen. Ugye? Ott a Győri Kex miatt, nem? Vagy valami ilyesmi volt. Ugye volt egy ilyen dalon bojkott a CBA-nak, hogy akkor nem vásárolok CBA-ba a dolog, vagy akkor nem megyünk KFC-be, mert megvertük a szabódói. Tehát ilyenfajta bojkottok voltak, és hát a bojkott is egy károkozás, tehát ha úgy érzi a cég, hogy akkor rengeteg profitot veszít, akkor változtat a céges politikáját. Ez a károkozás, és persze a károkozás az lehet sokkal erőszakosabb is, mondjuk felgyújtom az autókat. Felgyújtom Balogh György autóját, mert nem értek egyet azzal, hogy gyújtsanak. És hát a harmadik pedig ez a tanúságtétel. Így fordítottam, aminek az a lényege, hogy megmutatom azt, hogy olyan erős az én morális elköteleződésem, ami felülír minden mást, és ezzel kinyilvánítom az egész közönség vagy közvélemény számára, hogy akkor ez valóban egy fontos ügy, amit én képviselek. Ez olyan forma, vagy olyan tiltakozási forma, amit
amit lehet így kevesen is csinálni, mondjuk az éjségsztrájk egy börtönben egy ilyen. Ugye? Tehát amikor valaki vállalja azt a kockázatot, hogy tökre teszi az egészségét, azért, mert azt gondolja, hogy nem tudom, rossz a kaja, de most akkor így tiltakozik. Nyilvánvalóan egyébként ezek a logikák, ezek nem különítettek el, tehát ezek egyszerre is tudnak érvényesülni. Hogyha mondjuk térjünk vissza a magyar zöld mozgalomhoz, ott van a zengő csata, a zengő ügy, riadó láncban vannak az aktivisták, ilyen kis gödrökben, sátrakban alszanak. Itt mind a három logika felfedezhető. Egyrészt számosság, minél többen vannak ott, akkor ez egy jelzés a közvéleménynek, hogy akkor itt azért valóban egy olyan ügyről van szó, aminek van társadalmi támogatottsága, a károkozás, hogy nem engedem, hogy oda menjen a favágó, a buldózás, a többi, tehát ez magát a beruházásnak a költségeit növelem, illetve a tanulságtétel, hogy én hajlandó vagyok itt hóban, fagyban is itt táborozni, mert azt mondom, hogy nagyon fontos megvédeni a túbest és az engőt. Tehát, hogy ezek azok a logikák, nem formákról van szó, hanem ilyen tiltakozási logikák, amivel eredményt lehet elérni. Minden esetre a Bős-Nagymarosnál a későbbi mozgósításnak a értelme az volt, vagy a lényeg az volt, hogy elég sokan csatlakoztak ehhez a zöld ügyhöz, mert egy olyan lehetőséget adott a rendszerrel szembeni elégedetlenség kifejezésére, ami azért nem állt rendelkezésre. Ugye azt mondjuk, egy kicsit ez az esernyő, vagy ilyen catch-all mozgalom volt ilyen szempontból. És hát azért később az látszott is, hogy azért nem annyira a zöld vagy ökopolitikai elköteleződés volt az emberek számára fontos, hanem az, hogy tüntessenek a rendszer ellen. Ugye azért a Bős-Nagymarosba nagyon sok olyan szempontot be lehetett vinni, ami az egész rendszerrel szemben szól. Tehát az, hogy ugye hogy úgy hozunk döntést arról, hogy hogyan alakítjuk át az ökoszisztémáját annak anyagnak, hogy senkit nem kérdezünk meg. Ugye teljesen antidemokratikus. Tehát ilyen szempontból egy ilyen demokrácia kritika is benne volt. Az, hogy akkor az a fontos, hogy ez a komcsis ilyen haladás, 5 éves terv, felhúzzuk, megcsináljuk, vasbeton, gyerünk, ugye ennek is egy ilyen kritikája benne van, tehát maga az egész társadalom, gazdaság szervezési jelnek is a kritikájáról szó van. És hát sajnos, vagy nem sajnos, hogy így történt, miután azért volt lehetőség arra, hogy mi másfajta politikai mozgalmak, politikai pártok alakuljanak, azért maga ez a zöld politikai Magyarországon elveszett a jelentőségét. Tehát mondjuk a Duna körből nem jött létre egy erős zöld párt Magyarországon, ami bejutott volna az országgyűlésbe. De egyébként voltak ilyen, hogy is mondják ezt, ilyen, akik így felfeltűntek azért más pártoknál. Illés Zoltán, aki aztán ugye fideszes parlamenti képviselő volt egész sokáig, kiállt a Fidesz mellett, aztán volt egy ilyen sértődés, vagy valami. Tehát a Fideszen belül is volt egy ilyen zöld vonal például, de így mondta, hogy politikai ökológia, hát az 2010-ig az nem volt ennek parlamenti képviselete. Jó, amelyikünk még fontos, és szerintem ez csak az én űrült elméletem, illetve egy ilyen meglátásom, hogy vajon miért a Dunakanyar az miért volt fontos? Vagy milyen jelentősége volt. Szerintem ez azért is lehetett, és azért is volt egyébként a Duna körnek egy olyan szerepe, hogy össze tudott fogni különböző politikai államatokból embereket, mert maga a Dunakanyar az egyébként a Horthy rendszer alatt volt a középosztálynak, vagy akkor jött létre, mint egy ilyen nyaraló helye. Ugye, tehát oda mentek ez a Horthyista középosztály, ott vettek nyaralókat. És egyébként nem véletlen szerintem, hogy azért Magyar Sziget is ott, ahol Verőcén vagy ott szerződött, ugye? Vagy Verőcén vagy? Igen, Verőcén. Ugye? Szerintem van egy kicsit egy ilyen jobb volt a dolog ebben a Dunakanyar termében, és ez valahogy olyanok is tudtak csatlakozni a Dunakörhöz, akik mondjuk, ha nagyon egy ilyen valós zöld dologról van szó, akkor ezt nem tették volna. Jó, itt akkor van ez a
van ez a táblázatunk, és akkor pontosan erről van szó, hogyha a szervezeti szinten nézzük azt, hogy hogyan nézett ki a zöld mozgalmiság kádrendszer alatt, akkor egy értelmiségi hálózatról van szó. Úgy már szó volt arról, hogy mi a társadalmi háttere a zöld mozgalmak akár külföldön, és hogy valóban ez egy erősen egy ilyen középosztályi dolog. És azért is volt egy ilyen értelmiségi hálózat, mert amiről már szó volt, hogy a szakmaiságnak, az ilyen tudományosan megalapozott politikai véleménynek fontos szerepe volt. Azok a klubok, vagy estek, vagy fórumok, ahol ezek az emberek összejöttek, azért az is egy ilyen, ha jól tudom, azt mondom, a műszaki egyetemen is voltak ilyen viták, stb. Tehát maga a környezet is olyan volt, amiért ez egy ilyen értelmiségi hálózatként alakulhatott ki. A kritika tárgy az ellenség kép, az a szocialista modernizációs minta. Az az érdekes egyébként, hogy ezt Szabó Máté írta erről, hogy sok szempontból a 80-as évek végén azért a nyugati, illetve a keleti zöld mozgalom így abban kapcsolódott össze, hogy ez a modernizáció kritika. Keleten ezt a szocialista modernizáció, illetve nyugaton ez a kapitalista modernizáció, amelyik mindkettő, hogy egyik sem volt tekintettel természetes vagy az épített környezetre, és nem vett figyelembe olyan szempontokat, amelyek talán picinek tűnnek, de azért fontos alapját adják a mindennapoknak és a különböző életformáknak. Kollektív cselekvés formái. Ugye a kollektív cselekvés, ez kb. Egy összefoglaló kategória a mozgalomkutatáson belül, minden olyasmire, amit ennyi több ember csinál, de úgy általában az, hogy egy ilyen célirányos, valamilyen társadalmi, politikai vagy akár kulturális változást elérni kívánó cselekvésre vonatkozik ez. Tüntetések, tiltakozások, ezek is szinonim, azt nem tudom, miért írtam, vagy nem szólt a lektor, és ilyen szinten tevékenység, tehát ez a tudományos tevékenység, ami fontos volt. Jó, tehát itt vagyunk a 80-as évek végén, és aztán jön a rendszerváltás, amit tulajdonképpen már több mint 25 évvel mindig valaki be akar fejezni. Legutóbb éppen. Ez az ott egyébként eszembe, ez most egy kicsit ilyen mellékes, tehát úgyis szombat délelőtt van. Ugye a Momentum azt mondja, hogy ők az a generáció, akik már szabadságban születtek, nem? Vagy nőttek fel. Tehát akkor minden oké volt az előző 7 év alatt, vagy most az hogy van? Viszont akkor mégis, nem tudom, tehát ez van egy ilyen, nem tudom, és akkor az Orbán rendszer rossz, de mégis abban nőttünk fel, tehát szabadságban. Tehát vannak ilyen pék zavarok szerintem ott a srácoknál, de se baj. Szóval, rendszerváltás, ugye mondják azt, hogy Magyarországon azért eléggé korán létrejött egy ilyen pluralizmus. Különböző ellenzéki csoportok azért nem egyben vágtak neki a kommunista rendszerrel szemben, hanem azért már korán az ellenzéki kerekasztal tárgyalások, aztán az átadott nemzeti kerekasztal tárgyalások, de már lehetett tudni, hogy akkor ki a jobbos, ki a balos, ki a liberális, stb. Mondjuk ez nem így volt a Lengyelországban, vagy egy Csehoszlovákiában, az nem így történt, mert volt egy ilyen egységes ellenzéki szervezet. Ez Magyarországon nem így volt, és sokkal inkább a hagyományos politikai törésvonalak, vagy oldala tradíciók miatt, hogy azok mentén szerveződtek különböző politikai pártok, és nem kapott szerepet a politikai ökológia, vagy a zöld gondolat ebben. Ilyet még egyszer, a Fidesznél volt egy ilyen zöld csoport, nyilvánvalóan azért, mert az egy ilyen fiatalos, ilyen liberális, és egyébként azokat a külsőségeket ők azért használták, ami a nyugat-európai zöldeket jellemezte, ugye? Tehát Farmer Zakó, meg ők ilyen trendin tiltakoztak, tehát ők csináltak először ilyen ülő sztrájkot, ilyen sitint valahol talán a közgáznál volt egy ilyesmi, vagy nem, a BM épület előtt, és akkor transzparensek, akármi felfelső, tehát azért
ők ilyen szempontból azért kapcsolódtak ehhez a, ha nem is a zöld, de ez az alternatív, ilyen autonóm mozgalmisághoz. Igen, tehát azért ezek a, egyrészt nyilvánvalóan, persze 80-as évek végén, de akkor is azért ezek a minták, vagy ezek a formák, mert akkor azért bejöttek Magyarországra, illetve hát az életkor miatt is egy ilyen fajta identitásuk volt. Minden esetre a Dunakörből nem lett zöld párt. Ez azért voltak ilyen zöld párt kezdeményezések, de ott ilyen, volt valami, ami egy kicsit ilyen náci párt is, nem volt, volt egy ilyen sas volt a jelkép, vagy volt valami ilyesmi. Nem is kicsit náci. Nem is kicsit, igen. Tehát ezek ilyen, vannak ilyen úgymond ilyen politikai vállalkozók, akik nem feltétlenül jó hiszeműen vállalkoznak, hanem a szeretnék, hogy a pillanatot megragadni, és nyilvánvalóan maga egyébként a zöld politika az már ismert volt, hogy van egy ilyen dolog, és akkor az valamennyire teremt egy ilyen lehetőséget ezeknek a politikai vállalkozóknak, hogy elérjenek valamit. Ugyanakkor maga a környezetvédelem, és azt mondom, direkt használom így, hogy környezetvédelem, az 90-es években azért ügy volt, téma volt, de sokkal inkább egy ilyen technokrata ízt kapott. Azért is használom azt, hogy környezetvédelem, mert a politikai ökológia, illetve a zöld mozgalom, vagy a zöld gondolat azért az több, mint környezetvédelem. Tehát azért olyan összefüggésekről van szó, amiről már említettem, hogy azért arról is, hogy hogyan történik a környezettel kapcsolatos károk, kockázatok, vagy előnyöknek az elosztása. Ugye? És innentől kezdve ez politika. Amire említettem, akár egy országban, egy városon belül, akár nemzetközileg hogyan történik ezeknek az elosztása. Környezetvédelem, meg hát kicsit ez az ilyen kis pamutból, ugye, hogy valami kis, vagy egy kis csörgő, a kis sípkán. Ez egy kis jó dolog, olyan kis cuki, földnapja, de jó, szedjük szemetet. Rengeteg szemetet összeszedtük az iskolába, győzött az 5. B. Ugye ez nyilvánvalóan fontos egyébként a személyformálás szempontjából, de ez nem mond el arról semmit az a fajta környezetvédelem, hogy akkor mi a forrása a környezetpusztításnak. Mi a forrása annak, hogy hogyan történik a kockázatoknak az elosztása. Nem tudom, ki ismeri a szedd magad mozgalmat, hogy van egy ilyen. Ugye, hogy ez a valami a kormány is támogatta, hogy akkor gyűjtsünk szemetet, stb. Mi lenne mondjuk erre egy ökopolitikai válasz? Azt mondaná, hogy kedves kormány, hogyha nem szeretné szemetet, akkor ne küld ki ezt a szemét nemzeti konzultációs hívet az embereknek, és azon már rengeteg szemetet meg lehetne spórolni. Ugye, tehát ez kicsit ez az ilyen szed magad, ez a fajta mozgalmiság, vagy ez a fajta kezdeményezés, volt egy egyszerű konferencia, ami nagyon régen, Temesvárott, és akkor ott mondták a romai kollégák, hogy akkor hogy ott is volt ez a mozgalmiság, és hogy mennyire előszeretettel beszállt ebbe a kormány, meg a politikusok, mert hogy ez egy ilyen jó ügy, nem? Általában ilyenkor szoktak a politikus feleségek megmozdulni, amikor valami ilyen dologról van szó. Ugye, tehát úgy tűnik, hogy valamit csinálunk, viszont konfliktus nincs benne. Alacsony a konfliktusnak a szintje. Nyilvánvalóan azért nagyon sokan tudnak ezzel azonosulni. Tehát olyan emberek is, akik azt gondolják, hogy valamit tennének, de hogyha valami sokkal nagyobb konfliktusról van szó, akkor ők nem szeretnének abba belemenni, mert nyilvánvalóan a konfliktus az mindig kényelmetlen. Vagy hogy ne plakátoljon annyit a kormány. Persze az. Mégis szerintem maguk egyébként, ezek az óriás plakátok egyébként egy szennyezés. Tehát szerintem a városképet annyira rondítják azt, hogy mindenhol. Múltkor jöttem a Szentendrei úton, és én néztem, hogy szerintem ilyen egymás mellett kb. 15 vagy 17 ilyen óriás plakát hely van. Annyira csúnya lesz ettől a város, hogy önmagában szerintem nem csak a... Ugye viszont azért már politikai szempontok is vannak, tehát ha leszednék az összes óriás plakátot, akkor még valaki azt mondaná, hogy jó, hogy az azért van, mert hogy a kormánynak ez jó, mert csak nekik van. Más megjelenési helyén. Minden esetre igen? Ez tudom, hogy lehet, hogy sokaknak nem fog tetszeni, amit most mondok, de hogy a ligetvédőknél is olyan visszás volt az, hogy ugye ott éltek a ligetben és fával fűtöttek. Szóval ez nem... Hát ez lehullott ágak, nem? Hát ez lehet. Ligetvédőkben még beszéltünk, mert az egy
Ez egy érdekes jelenség, főleg, hogyha arról van szó, hogy végig itt a történetből, hogy, hogy hol tart ma a magyar zöld mozgalom. Egyébként az is érdekes, hogyha megnéztek ilyen számokat, vagy van egy környezeti kutatás, hogy a környezetvédelem az mindig ilyen, hogy fontos az ilyen 90% fölötti ügy, aki azt mondják az emberek, hogy persze az fontos, hogy ezt csinálni kell. De ez nem jelenti az feltétlenül azt, hogy akkor ugye a liberális pártok szeretik ezt mondani, egyébként nem csak itthon, hanem még a német FDP is mondta ezt, hogy hát van 15%-nyi liberálisan gondolkodó. De ez nyilván nem jelenti azt, hogy akkor lesz 15%-nyi választó, aki a liberális pártot szavazna. Ilyen egyébként ilyen szempontból kicsit a környezetvédelem, vagy a zöld dolog, hogy nagyon sokan gondolja, tényleg múltkor láttam, hogy 88%, nem is tudom, hogy itt a kérdés az hol szól, de az, hogy mi az, ami fontos érték. De ettől függetlenül ő nem lesz zöld szavazó feltétlenül. Tehát kicsit a környezetvédelem az olyan dolog, hogy mindenki gondolja, hogy jó, persze az fontos, de nem egy olyan dolog, ami miatt politikai mozgósítható lenne. Tehát, hogy ez kicsit ez a, tudjuk, hogy ez fontos, de talán ez egy megszokásban. Mindenki szeret jó ember lenni, ugye? Tehát a legtöbb ember azt szeretne jó ember lenni, ebből jönnek létre egyébként a konfliktusok, mert az, abban nincsen konszenzus, hogy mi az, hogy jó. És egy kicsit a környezetvédelem is ilyen. Mindenesetre a 90-es években egyrészt volt egy ilyen szemléletformálás. Mert tegyük hozzá azt, hogy a kommunista időszakban is volt ilyen ez a környezetvédősködés, ugye? Tehát a különböző ifjúsági szervezeteken keresztül azért ez, vagy az ilyen természetjárás, stb. Ott volt egy ilyen környezetbarát vagy természetvédelmi dolog, de hogy a kérdésekben pont az, hogy ez egy ilyen szakpolitikai vagy ilyen technokrata szívezetet kapott. Ami egyébként még ezt nagyon támogatta az, hogy ilyen technokrata legyen a környezetvédelem, vagy a zöld gondolat, az például az EU csatlakozásnak a közeledése volt. Mert egyrészt olyan normák alakultak ki, vagy olyan normák fogalmazottak meg, hogy akkor így meg úgy kell, nem tudom, ilyen meg olyan szempontokat kell bevinni akár a döntéshozatalba, vagy a politikai tervezésbe, ami az EU csatlakozás miatt keletkezett, illetve már voltak különböző források, ugye nem tudom mennyire. Ugyeltek az, hogy voltak ezek a fáre pénzek, ez az előcsatlakozási, nem tudom, strukturális, akármi, tötötötő. Nem tudom, ezt amikor EU voltam, hiszen az egyetemben voltam, ami EU-s óra, akkor így ez a hideg verejték öntött el, amikor ilyenekre kellett foglalkozni. Mi van a Maastrichti szerződés, meg a stb., meg nem tudom, és akkor így milyen pilléreik vannak az EU-nak. Borzasztó volt. Nem is tudom, tehát én politológiával akartam foglalkozni, és nem tudom, közigazgatási akármiben, úgyhogy nem tudom, hogy kellett ezzel tömni. Tehát nyilván van azért fontos ezzel foglalkozni, mert az EU-nak van pénze, és hogyha az EU-val foglalkozol, akkor az EU azt meghálálja pénzzel. De hát akkor én még nem ezzel foglalkoztam. Minden esetre a 90-es évek környezetvédői azért foglalkoztak ezzel, nyilvánvalóan, mert hogy kellett, hogy legyen munkájuk, és egy ilyen, tényleg ilyen szakpolitikai környezetvédelmi dolog jött létre. Ugye? És akkor sorra alakultak az olyan fajta. Ugye ez azért is fontos, mert hogy az EU csatlakozás előtti időszakban azért nagyon fontos volt az, hogy mit mond az EU. Most már azért lehet kuruckodni, de akkor azért az ember azért behozta mindenét, hogy tudjunk csatlakozni, és azért nagyon szépen felmondták az emberek a leckét, és akkor mindenhol létrejöttek ilyen, olyan hatóság, erős volt. Most én ezt nem tudom pontosan, hogy ez így most hogy van, de a közvetvédelmi hatóságok, meg az egész intézményrendszer, az teljesen ki van nyírva. Ugye ott volt, nem, hogy volt valami nő, akinek egy kamu diplomája, volt valami orosz egyetemről, nem? Ő volt a kinevezve a hatóság élőre, ugye? Tehát olyan szinten nem veszik ezt figyelembe, és ez nem így volt nyilvánvalóan a 90-es években. Most maga a szemléletváltozás, ami egyébként egy jó dolog, maga az, hogy mennyire tudott létrejönni egy ilyen NGO szektor, vagy egy civil szervezet szektor, azért az segített abból, hogy eljussunk a harmadik és izgalmas szakaszba, és ez pedig a GlobCrit, a globalizáció kritikus mozgalomnak a megjelenése volt. Erről vagy ismertek ezt az egész globalizáció kritikus mozgalmat. Seattle-i csata, 1999, ki hallott erről? Ugye a WTO pontosan. Igen.
Nem, a konferencia napján. Igen, igen, pontosan. Miért pont akkor volt ez? Ez volt az első VTO találkozó, vagy? Nem, az volt az első VTO találkozó, itt maga az egész, nem tudom, szinte az egész Grófik dolog azért a 90-es években elkezdődött, nagyon fontos volt ez a zapatista mozgalom Mexikóban, de szerintem azért kellett 10 év, mert hogy azért a 90-es években egy erősen erős, Jézusom, ezt mondtam, tehát hogy egy erős, nagyon erős. Volt egy ilyen liberális hullám, illetve hát ez az egész történelem vége, győzött itt a Amerika, stb. Clinton, akármi, volt egy ilyen, hát tulajdonképpen egy ilyen liberális győzelem, és ezt ünnepelte a világ. És ez egy 99 azért is más, mert ott volt egy konzervatív fordulat is akár Amerikában, tehát hogy ez valahogy ki, már is kipukkadt ez a lufi, de valahogy ez az a fajta megállapítás, hogy itt van a történelem vége, az már így elszállt. Tehát itt vagyunk akkor most, ugorjunk a 90-es évből 2001-re, nem azért a szeptember 11, hanem azért, mert, bocsánat, 2000, vagy mikor volt? 2000, ugye a tiszai cián szennyezés 2000 volt? Igen, 2000. 2000. Ugye, amikor a Romániából jött a cián a Tiszán, mert hogy ott valami a bánya aranykitermeléshez ciánt használtak ők. Ugye ott úsznak a szerencsétlen halak a Tisza felszínén, és létrejön a védegylet 2000-ben, pont ezért, hogy ezek a jelzés, hogy itt is egy ilyen konfliktus van, egyébként a mozgalomutatásban van egy kifejezés, ez a triggering event, amikor valami, van egy olyan esemény, ami létrehoz valami tiltakozást, valami tüntetés. Magyar politikában erre a legjobb példa, vagy legismertebb az összödi beszédnek a kiszivárogtatása, ugye, ami tulajdonképpen létrehozott egy nagyon erős, most jól mondtam, jobboldali mozgalmat, illetve egy ilyen folyamatos jobboldali mozgósítást, ami eltartott igen-igen sokáig, és nyilván adott egy olyan rendületet a Jobbiknak is, ami ki tudja, hogy meddig tart. Minden esetre 2000-ben megalakul a védegylet, talán egy évvel rá a magyarországi ATTAC is létrejön, nem tudom, az ATTAC-ról hallottatok-e, ami egy francia szervezet, ez a Tobin adónak a bevezetéséért szerettek volna ők tenni. Ez a Tobin adó, ez az ilyen nemzetközi spekulatív tőkemozgásoknak a megadóztatása, tehát hogy ez azt jelenti, hogy itt van én. Soros György, hogyha ráront az angol fontra, akkor nem tudom, valahány százalékot, akkor ő adózzon valami valahol. 2002 talán a zöld fiatalok, talán kicsit korábban a rügyecskék, tehát megalakulnak azok a magyar szervezetek, amelyek aztán fontos szerepet játszanak ebben a hazai blokkrit mozgalomban. Az az érdekes egyébként, hogy itt nem volt akkora fázis késés a magyar mozgalmárok és a nemzetközi szintér között. Tehát ugye 99 ez a szilviai csata, amikor pontosan a WTO ellen tüntetnek Észak-Amerikában, és sikerül nekik megakadályozniuk azt, hogy ott tanácskozhassanak a mindenfajta döntéshozók, és nálunk egy pár évvel később már meg is jelennek ezek a szervezetek. Na most mi volt ez az egész Glockrit mozgalom? Ugye akkor még azt mondták a hírek, hogy antiglobalizációs mozgalom. Ugye szerették azokat a képeket mutatni, amikor a Black Bloc, ezeknek a ellen. Ugye mert a nemzetközi globalizáció kritikus mozgalomnak az egyik legfontosabb tüntetési vagy megjelenési vagy kollektív cselekvési formája, azok az ellencsúcsoknak a szervezése volt. Tehát volt valami G8 csúcs valahol, vagy a VT, ugye ez a World Trade Organization, az IMF, valami világbanki csúcs találkozó volt, és akkor ők abban a városban szerveztek egy ellencsúcsot. És hát az én ellencsúcsok során egyrészt különböző ilyen szakmai események voltak, ugye itt is megjelenik ez a szakértőiség, ez a tudományosság, tehát mindenféle workshopokat szerveztek, de azért mindig volt egy ilyen vonulás, és akkor ennek a vonulásnak az egyik ilyen. Most egyébként ez történt Hamburgban is, ugye az egyik ilyen fontos magja volt ezeknek a tüntetőknek
a Black Block, ugye, akik ilyen feketébe öltöznek. Egyébként ez maga ez az egész technika, ez onnan terjedt el, vagy annak az a lényege, hogy így nem felismerhető, vagy nem azonosítható egy-egy egyén, hogyha ugyanúgy öltöznek fel, és fekete kapuszival. Mindenesetre a sajtó azt szerette úgy keretezni, vagy azt mutatni, hogy itt tulajdonképpen agresszív, radikális tüntetőkről van szó, és nyilván van kevésbé. Ez nyilván a sajtónak is van egy ilyen logikája, hogy az, amire kapcsolnak, akkor minden a kattintás, a kapcsolás volt a fontos. Ezért is jött létre egyébként az Indie Media, az Independent Media Center, azt Seattle után hozták létre a mozgalmárok, ami is tudom mutatni. Ez is oda. Én a Dunakörről kerestem képet. Igen, mondjuk ez az amerikai cucc. Ugye, tehát van egy ilyen, ez ennek az volt a lényege, tehát akkor még nincsen, nem volt Facebook, stb. De itt már lehetőség volt arra, hogy az olvasó tartalmat készítsen. Tehát itt és aztán létrejött a magyar indie média is, ez egy nagyon... Tudom, Szabi, te ismerted vagy olvastad? Persze, nagy károm már nincs. Egyébként valahol el van raktározva, valami archiválva van, még a Vida Viktor küldták nekem egyszer a linket, tehát egy megtalálható egy része. A cikkek fönn vannak, de az ilyen beküldött dolgok, tehát a szerkesztett cikkek vannak fönn, azt hiszem a hozzászólások sincsenek, meg a fotók sincsenek, a videók. Tehát maga az indie média nagyon sok olyan funkciót hordozott, vagy olyan sok olyan funkció volt, amit egyébként aztán a közösségi médiában jelent meg, tehát az, hogy fel lehetett tölteni tartalmakat, ilyen fotókat, videókat, az, hogy lehet minden cikk alá kommentelni. És emiatt egy nagyon egy ilyen Magyarországon minden esetre egy nagyon fontos központja volt ennek az egész Globlit mozgalmi szerveződésnek, ugyanis sokkal könnyebb volt a bekapcsolódás ilyen szempontból a mozgalomba, vagy adott legalábbis egy ilyen előszobája volt az elköteleződésnek, vagy a bekapcsolódásnak. Tehát, hogy ez volt az indivíziónak, ugye a megszületésének az volt a legfontosabb mozgató rugója, hogy akkor ne csak a fősorú média számoljon be a mozgalmi történésekről, hanem legyen egy saját médiája. Ami egyébként, most egy kicsit egy ilyen kitérő ez, ami egyébként fontos itt az ilyen mozgalmi médiák kapcsán, főleg az indie média kapcsán, itt azért itt szó sem volt arról, hogy objektívnak kell lenni. Ugye ez kicsit ez az i-journalism, vagy valamennyire kicsit ez a gonzó újságírás, hogy akkor nyugodtan lehet szubjektív az, aki beszámol valamiről, mert én aktivista vagyok és elmegyek mondjuk Genovába az Európai Szociális Fórumra, akkor nekem nem úgy kell megírnom erről egy cikket, hogy akkor ez valami objektív és kimért report, hanem egy tájékoztatás a hasonszűrű aktivista haveroknak, mozgalmároknak, hogy akkor mi történik itt, és ez miért fontos, hogy itt vagyunk, és egyébként az IMF meg menjen a WTO-ba. Visszatérve arra, hogy akkor ez az egész hazai... Ugye volt egy ilyen nemzetközi Globlit mozgalom, és egyébként visszatérek arra, mert arra talán kevesebb beszéltem, hogy akkor mégis mi volt ez a nemzetközi globalisztokritikus mozgalom, ennek mi volt az alapvetése. Hát elsősorban az, hogy annak a felismerés, hogy pontosan politikai ökológiáról van szó, tehát különböző olyan globális összefüggések vannak, amelyek befolyásolják azt, hogy mi hogyan élünk. És annak a felismerése, illetve annak a hangsúlyozása, hogy bizony a gazdag országok gazdagjai és a szegény országok gazdagjai azok összejátszanak azért, hogy a szegény ország a szegény és a gazdag ország szegényei mindannyian rosszul legyenek, rosszul éljenek. Például a Seattle-be összefogtak, vagy együttműködtek az észak-amerikai
van ez a fuvarosok szakszervezet, ami a legnagyobb szakszervezet Amerikában, vagy talán a legnagyobb, nem tudom, hogy ez a Jimmy Hoffa is ott volt ilyen szakszervezeti vezető, ez a Teamsters Union, illetve a dél-amerikai parasztoknak, földműveseknek a szervezetei együtt vonultak fel a WTO ellen. Tehát, hogy létrejönnek különböző globális gazdasági rezsimek, ezt így mondták, tehát az IMF, a Világbank, stb., akik létrehoznak különböző szabadkereskedelmi megállapodásokat, és erre válaszul, azt mondták a globális kritikus mozgalomnak a részvevői, az aktivistai, hogy nekünk is össze kell fognunk globális szinten, létre kell hozni egy ilyen koalíciót az észak és dél között, azért, hogy közösen lehessen erősen fellépni a globális rezsimekkel szemben. Ugye ez volt kb. Dióhéjban, vagy ez Dióhéjban a nemzetközi blokkjuk mozgalom, és ez jelent meg Magyarországon. Ami nagyon fontos volt, hogy ugye, tehát a 90-es évek miatt azért már volt egy ilyen civil hálózat, vagy létrejött egy ilyen szféra, amiben voltak emberek, felhalmozottak, szakértelmek, és jött ez az egész globalizó kritikus keret, és ez megtermékenyítette valahogy ezt az egész szénát nálunk Magyarországon. Tehát akkor már nem csak ilyen technokrata, környezetvédő, legyünk jók, szedjünk fel a szemetet dolog volt, hanem igenis egy fontos társadalmi kritika magyar és globális szinten is, ami mögé szerveződött. Úgy lehet egyébként talán, hogy a legfontosabb ilyen szempontból itt az egész Globfit mozgalomnak a történetében, vagy a szerveződési logikájában, ez a biztos ismeritek, hogy hallottátok ezt a gondolkoz globálisan, cselekedj lokálisan. Ugye ez a Think Global, Act Local mozgalmi jelszó. Meg az EU egyik alapelve. Minek? Az EU-nak. Igen? Igen. Ez az ilyen szubszidiaritás, meg ízik dolog miatt? Igen. Minden esetre ez azért volt fontos, én egyébként megnéztem azt, hogy milyen fajta ilyen zöld tüntetések voltak a 2000-es években, és nagyon sok olyan ügy volt, ami teljesen egy ilyen helyi kezdeményezés volt. Általában valami beruházás ellen nagyon jellemző volt az, hogy például a helyi közlekedési viszonyok miatt tüntettek. Ugye, most legyen bekötőút, vagy ne legyen, vagy elkerülőút, repedezik a házfal, akár mit mennek a kamionok, stb. És ezek olyan ügyek voltak, amire azt gondolnánk, hogy ez valami helyi ügy, jó persze, most akkor a hangos oké nálad, viszont gyakran ezekben a településeken, kis településekről van szó, hogy szövetségesre lehetek a helyi szerveződők, mondjuk a levegő munkacsoportban. Ami akkor ő is egyébként valamennyire átvette ezt a globalizmus kritikus tematikát, és ezért az ügy már nem csak arról szólt, hogy akkor repedezik a házfal, hanem az, hogy akkor hogyan történik, mennyire demokratikus mondjuk a tervezés, vagy a döntéshozatal, vagy miért fontos, miért közúton kell szállítani dolgokat, stb. Tehát egy kicsit egy ilyen, ez volt egy kicsit a globál eleme az egész lokálnak. Attól, hogy megjelent a maga ez a globalizáció kritikus értelmezési keret, azért nem csak témák, de különböző formák is elterjedtek. Ugye itt a kollektív cselekvés formáinál azért van itt, hogy ez látványos tüntetésekről volt szó, mert például a zöld fiataloknak voltak olyan tüntetések, volt az, amikor a Lánchíd melletti alagút le volt zárva, és nem is tudom, mi volt annak a neve. Gyalagút, vagy valami ilyesmi volt a rendezvénynek a neve, ez a címe. És akkor ott ők, hát hogy ugye ez a szokásos, hogy akkor zsonglőrök, mit tudom én, meg ilyen gólyalábasok, ami szokott lenni az ilyen tüntetéseken, de akkor ez egy teljesen új dolog volt. Vagy nálunk is volt a Világbanknak valami kihelyezett, nem tudom, fiók szervezetének valami ülése, és ott pedig ilyen volt ez a Világbanya, meg Világbankár, két ilyen papírmasé figura, és akkor azt így azzal tiltakoztak. Tehát megjelentek olyan tüntetések, amelyek azért annyira nem voltak ismertek Magyarországon. Persze volt azért nálunk is, például mint a Csurkáik ilyen seprővel mentek a 90-es évek elején a rádióhoz, hogy akkor ki kell seperni a liberálisokat a rádióhoz. Azért voltak ilyen
kreatív megoldások, ötletek. De valóban ez a blueprintnek volt egy ilyen újítása. Ugye maga a látványos tüntetés az azért érdekes, mert nyilván az elsőleges, ami így eszünkbe jut, hogy ez miért jó, mert azért felkelti a médiának az érdeklődését. Mert hogy ez egy, akkor is, hogyha mondjuk nincs olyan számosság, mert nincsenek 10 000 egy tüntetésen, hanem csak 50-en, de attól, hogy például az ügyes fék volt, hogy beöltöztek báránynak, és úgy mentek a metron végig, és hozzájön tiltakoztak, nem tudom, állatkísérletek, vagy valami, stb. Ellen. Ami, ezt meg is tudom mutatni most így, ha legyünk így. Ez is a... Kicsit vártok, akkor rögtön meg is nem szeretném megmutatni ezeket a képeket, jó? Mert hogy akkor mik ezek a látványos tüntetések, csak egy kicsit nehezen. Ja, bocsánat. Ide a Viktor, aki egy aktivista, igen. Ő írt egy ilyen cikket a Transit.hu-ra, ez meg aktivista fotóalbum. Hogy mik voltak ezek a látványos dolgok akkoriban? Azt hiszem ez valamelyik, szerintem ez a szociális népszavazás környékén történt, ugye amikor volt a Fidesznek ez a népszavazási kezdeményezés, a kórház privatizáció, meg a vizidi ellen. És akkor vannak még egy képek. Na, hogy ki ismeri fel? Kaufer. Igen. Kicsoda? Kaufer Virág. Kaufer Virág még az első LMP frakcióban volt tag, és egy jó másfél évig nagyon erős szimbolikus szerepet vitt, de hát ez egy klasszikus dilemma, az aktivista szerep, a politikusi szerepbe átkerül le, hogy utána ezt így nem... Megfejelve azzal a magyar demokratikus válsággal, ami ugye beütött 2010-től, ezt a Virágnak a gyomra ezt már nem bírta. És ő visszaadta a mandátumát 12. januárban. Egyébként ez nagyon szép gesztus volt tőle, tehát bárcsak mindenki itt tette volna később is, de ez már csak a olyan vélemény. Hát itt minden vélemény olyan, az a jó vélemény. Ez a Food Not Bombs, ugye, akik ilyen kaját főztek a hajléktalanoknak, most is vannak most szerintem. Most is főzik. Ez a zengő valamelyik. Jött már volt alapból egy kiáltó, ahol akarták csinálni ezt a... Na és itt van a... Nem, a Fauna Egyesület, bocsánat, nem a rügyeskék. Fauna Egyesület, ez nem szeretném ezt a képet szavaztét, jó. Meg jó, hogy van ez a... Viktornak ez a cikke. Ugye ez volt a... Milyen csoport volt ez? Hú. Ja igen, Ancsa, igen. Ugye még régen föl lehetett menni a parlamenthez a karzatra, volt ilyen karzatjegy, tehát hogy bárki hallgathatta azt, hogy hogyan vitatkoznak a hon atyák és anyák, és akkor ők kiszóltak ilyen szórólapokat a karzatra, és akkor utána kiutatom. Tehát most már nem lehet bemenni, sajnos. Ugye ott szórják a szórólapokat. Szóval ilyen szempontból ugye azért vannak olyan fajta tüntetések, ami azért sajnos most meg elveszik a lehetőséget, vagy eltűnt az a lehetőség, hogy akkor nyitott legyen a parlament ilyen szempontból. Ugye ez a volt az, hogy ilyen közterű szobroknak a nyakába mindenféle üzeneteket tettek a kartársak. Ez a Gerilla Propaganda Kollektíva. Ez egy ilyen... Milyen kritikál messzes dolog. Na, ezt én nagyon bűnőként a Nani-nak ezeket a... Ez nem is a Nani, de ez a Nani-nak a figuráit. Ha rossz májú akarok lenni, akkor így azt mondom, hogy azért szeretik ők ezeket a piros bábukat, mert ha hárman vannak egy tüntetésen, de kivisznek 15 ilyen bábút, akkor így úgy tűnik, hogyha itt van lenne valaki, a névtelen áldozat. Yeah.
Ja, igen, volt egy ilyen gyalog, volt egy ilyen babakocsi is, hogy ez később volt, voltak olyan flashmobok. És ez az időszak, amikor az egész flashmob villámcsődület, ez így bejön át az egész politikai szóhasználatba. Ja, és akkor itt van a gyalogút rendezvény, igen, 2010, és ez már ilyen régen volt. Látjátok, nem eltudjátok olvasni, igen, ott van, melyik kép alatt mi történik. Csillagjában, nem? Igen. Ezek az előbb ott a Juhász Géza volt. Nem tudom, hogy ismered el. Hol? A Nanne tüntetésen. Igen? Ott a hátul a Juhász Géza, a sapkában. Aha. Vékony arcú fiú. Hát akkor még csak egyszerű neve volt, nem LMBTQIA mozgalomnak volt az ilyen nagyon neves jogvédője, és még az LMP hőskorában is fontos szerepet játszott. De nála is az aktivista és a politika. Ezek meg úgy néznek ki, mint ezek a kultikus horror sorozatgyilkosok. Ja. Nem? Mint a Péntek 13, meg a Michael Myers. Hát csak nem fűrész, hanem varrógép, nem a horror címen. Hát de ez valódi probléma. És hát a legismertebb ugye a Békejel. Hát ez a humorista mozgalomnak volt a legfontosabb ilyen akciója. Van még? Nincs. Tankvezetés. Na. Tehát nyilvánvalóan ezeknek a látványos akcióknak azért, ugye ez a kép, ez bejárt az egész világsajtót. Tehát ez annyira sikeres lett, hogy tényleg mindenhol ezzel... Mert ez valami közös? Igen, ott is a CNN-i BBC oldalán. Ugye, mert az iraki háborúnak a megkezdésének az évfordulójára, vagy arra időzítették. És hát valóban azért ezeknek a formáknak nyilván bekerül a sajtó, mert jól néz ki, meg akár meg érdekes. De nem csak ez az egyetlen funkciója. Azért az ilyen látványos tüntetésekkel, vagy látványos formákkal sokkal jobban át lehet adni mondjuk azokat az érzelmeket, amelyek nagyon fontosak a tiltakozók vagy a mozgalmárok szempontjából. Általában persze a politikában ugye arról szoktak beszélni, hogy ne vigyünk érzelmet politikában, mint hogy ez olyan rossz, ugye? Tehát mindig ilyen racionálisnak kell lenni, kimértnek. Viszont nagyon fontos az érzelmek szerepe, azért mert, hogy egyszerűen ezt az azonosulás szempontjából, hogy akkor én most jól érzem magam egy tüntetésen, kiadhatom azt, ami bennem van, van esetleg valami katarzis érzés, és akkor elköteleződök az ügy mellett, vagy nem, Magyarországon kevésbé, mert az emberek jól érzik magukat egy tüntén, utána azért hazamennek, és aztán nem, aztán ennyi. De ezek a látványos tüntetési formák, ezek még egyszer, ezek jellemzők voltak nagyon erre az időszakra. És ami még fontos, hogy mégis megjelent, vagy megteremt egy olyan mozgalmi kultúrát, vagy egy olyan politikai, ennek a csoportnak egy olyan politikai kultúrát, amivel ők tudják magukat azonosítani. És a humorista mozgalom az pártá is alakult egyébként. Volt humorista párt, igen, ők együtt indultak veletek. Így van, és 2009-ben az EP választáson együtt indult a két párt. Igen. És aztán a humorista mozgalom így... De te is humorista. Ezt akartam mondani, az első magyar női esélyes jelölt onnan indult. Tartsuk még iszonyatot, hogy menjünk fél egyik tovább? Menjünk? Lehet, hogy érdemes egy szünetet tartani. Tartsuk akkor egy kis szünetet, jó? Most már folytathatja. Szóval, hol tartottunk? Blokkét, Békejel. Ebben a cikkben egyébként, vagy ebben a tanulmányban, amit írtam, ez arról szól, hogy ez a pártosodás elő is szól magának a hazai Blokkét mozgalomnak. Kívülről, ugye, mert én nem voltam mozgalmár, ez aki nem tudja, tanítja, jelenleg csinálom ezt, bár egyébként ez nem teljesen igaz, mert
Volt egy csoportunk, ketten voltunk benne, az a csoport szerintem. A benne álló ellenállók. Mi az volt a lényege, hogy nem lehetséges a rendszerből itt kilépni. Úgy benne vagy valamennyire. Mindegy, szóval nagyon-nagyon én találtunk ki, mert egy kicsit túlgondolt volt a nép. És mi az operaháznál csináltunk ilyen tüntetést, illetve elkezdtük szervezni, és akkor adtak is szervezni, és akkor együtt mentünk velük. Az a anti-opera bál utcabál, nem tudom, hogy erről hallottatok, vagy volt egy ilyen. Itt a sikerül keresőbb a képbe. Én nem vagyok olyan tanyi keresőbb, úgyhogy akkor hagyjuk is. Mindenesetre ott így ételt osztottunk mi is. És azért egy állatok magamról, hogy én kevésbé vagyok ilyen hippi, úgyhogy chili volt, tehát hússal rendesen, ahogy ezt kell, és semmi bebulás nem volt. De nekem ennyi volt egy mozgalmálkodásom. De ahogy én láttam egyébként kívülről, az egész NLP megakulálkásában, illetve azt, hogy intézményesedett az egész blokkuk mozgalom, ez egy fontos szempont volt a zengő, mint nyert ügy. Ugye van egy ilyen felhajtó ereje annak, hogyha valami sikerül így elérni. Fontos volt az, hogy maga a zöld ideológia, a politikai ideológia egy olyan fajta tér volt, ahol volt egy ilyen szabad mozgás, tehát akkor be lehetett menni, és ez a fajta alternatív elit. Mert azért is azért fontos volt, hogy ilyen értelmiségi csoportosulás volt ez a dolog. Ez létre tudott hozni egy olyan fajta keretet, hogy fel tudta használni ezt a politikai ökológiai keretet arra, hogy akkor ő politizáljon. Ami egyébként fontos még a hazai blokkit kapcsán, azok pontosan az ilyen hát ilyen think tank tevékenységek, hogy ezt a védelet egyébként elég sok ilyen anyagot adott ki, ami tényleg ilyen szakértői anyag volt. De voltak olyan fajta ilyen workshop-szerű események, amik azért nem nevezhetőek tüntetésnek, például ez a Csillag Gábor itt áll a Skoda mellett, ez is ott van a Deák téren, ez a Globfest 2, volt az Ökofest, volt a Globfest, ezek ilyen koncert volt, meg workshop, meg kiállítás, és akkor valami kis tüntiskedés és stb. És ezek még ilyen fontos elemei voltak ennek a magyar blokklipnek. Na de mit adtak nekünk a rómaiak, ugye? Ez a kérdés általában, hogy így mit kaptunk mi a blokklip, magyar blokklip mozgalomtól, azon kívül persze, hogy az LMP-t, tehát hogy pártosodott, milyen fajta hatása volt? Most én abban nem mennék bele, hogy milyen szakpolitikai hatása volt. Böszké Balázs kollégával folytatunk egy kutatást. Nekem sikerült a cseh kollégáktól megkaptam egy olyan adatbázist, ami 89-től 2010-ig vannak benne mindenfajta magyar. Az összes magyar tüntetés MTI adatbázis alapján. Ez van a Politikai Tudományi Intézetben az MTI-n egy olyan projekt, ami az a komparatív policy agenda, az vagy valami ilyesmi. Tehát, hogy az ilyen szakpolitikai agendákat nézik meg a kollégák, kódolják be. És ezt a két adatbázist próbáljuk így összehozni. Több-kevesebb sikerrel vagy szerencsével, és azért azt látszik egyébként Magyarországon a tüntetéseknek alig van szakpolitikai következménye. Nyilván az, hogy most az nem épült fel a tub és a NATO-ok által az egy szakpolitikai siker. De egyébként, ami talán fontos a magyar blokklip kapcsán, hogy sok szempontból felerősítette azokat a fajta kulturális változásokat, amelyek, hát az őszintén szóval nem feltétlenül vannak összhangban a mozgalomnak az eredeti törekvésével. Mire gondolok itt, és akkor utána azzal el is hajózok a... Na, ezt be is mutatom a... Írtam egy cikket ebbe a témáról. Ugye, tehát, hogy amikor Budapesten vagyunk mostanában, akkor vannak ilyen dolgok, hogy street food, meg bubi, meg mit tudom én,
falfestés, színes város, akármi, ezek mind olyan dolgok, amik, hogyha városra vannak összefüggésben, akkor ez a erősen kapcsolódik. Egyébként a zöld mozgalomnak is egy fontos almozgalmához, ez a Reclaim the Streets, ugye ez a foglaljuk vissza a várost. Maga egyébként a Reclaim the Streets mozgalom az, az egy autóellenes mozgalom volt, és ennek egyébként egy nagyon fontos ága volt a technokultúra, tehát hogy a inkább bulizunk az utcán, mint hogy autók menjenek. Mi a legismertebb ilyenfajta kollektív cselekvés, ami arról szól, hogy bulizzunk az utcán és ne autók legyenek Németországban? Technoparade? Vagy csak simán parade? Hát igen, a Love Parade. Love Parade. Igen, nálunk is volt táncolj Budapestban. Ez ugye nagyon érdekes egyébként ezek, amik politikai formák, vagy politikai indítása van egy-egy ilyen alternatív kulturális kezdeményezésnek. Hát azt nagyon könnyen ki lehet ülisíteni, tehát nagyon könnyen elveszheti a politikai élét. És úgyis ez történt Budapesten is, hogy ez a Reclaim the Streets, hogy akkor foglaljuk vissza a várost, legyenek közösségi terek, stb. Emlékszem, voltam egyszer ilyen kiállítás megnyitón, a Margit szigeten van egy ilyen szórakozó hely, nem tudom, hogy hívják valami, az egyik ilyen kedvelt. És akkor volt egy ilyen csávó, ami kurátorféleség volt, én nem tudom. De ez az ilyen, amikor férfiak vietnami papucsot hordanak, ugye, az utcán, tehát hogy ilyen ember, és akkor ő beszélt a kérdést, megírtam, hogy így, hát hallottam, hogy bejön az milyen trend, és akkor most idehoztuk ezt az akármit. Tehát, hogy ezek az emberek így rászállnak ezekre az ügyekre vagy dolgokra, ami kicsit úgy kezd gondolni, mint a kulturális termékek esetében is van egy ilyen gentrifikáció. Hogy akkor elkezdünk valamit használni, akkor rájön esetleg valaki, aki kicsit ezt így szeretne közel kerülni ahhoz, ami valami eredeti. Ugye mindig az eredetiségnek az üldözése, vagy annak a való fogózkodó az, ami nagyon fontos. És aztán rájön erre a különböző reklámkreatívok, és akkor ezt elkezdik használni, és akkor stb. Az egész elkezdődik egy ilyen folyamat. Ez itt is egyébként néha érdekes azt átgondolni, hogy vajon mennyire hatásos stratégia az, hogyha valami kulturális, vagy valami életmódhoz kötünk valami politikai célt. Hogy vajon nem jó be alakítani támogatni mondjuk a Magyar Kerékpáros Klubot, ahelyett, hogy akkor nem tudom trendizgetni a fixivel. És tulajdonképpen ez a cikk, amit írtam, ez obéli felháborodása volt. A felháborodás az mindig ő, ugye? Nem csak kormányokat lehet dönteni, de akár cikkeket is lehet írni. Tehát ezt azért írtam, mert tavaly a Ligetnél történt az, hogy valami, volt egy ilyen tehát a Liget védők melletti szimpátia tüntetés volt, és itt írjuk is ebbe a cikkbe, hogy ugye volt egy esemény, ami ott volt a levegő munkacsoport, az is szerveződött, hogy egy budapesti parkban ne vágjanak ki fákat, és Lányi is ott volt és beszédet mondott. És volt egy ilyen, 2000-ben, az akkori Roosevelt téren akartak mélygarást építeni, és ugyanúgy levegő munkacsoport, Lányi, fakivágás, tehát ugyanúgy voltak 300-an. Tehát eltelt 16 év, és azért 2000-es évek elején egy Budapest, ez teljesen más volt, mint a mostani. Ilyen szempontból, hogy akkor street food, Reclaim the Street, falfestés, tiri-tiri. De politikai tudatosság szempontjából nem változott sok minden. És ez volt az az időszak, 16 júliusa, amikor, nem tudom, az, aki budapesti emlékszik arra, hogy akkor le volt zárva a Szabadsághíd. Ugye? És akkor oda mentek az emberek, és akkor fú, ez milyen szuper, és akkor kiteszik a függőágyat, és akkor valaki beül a napszemüvegbe, és akkor gondolom így szelfizgeti magát. Ugye? Még mindig egy furcsát, az amint amikor vannak azok a férfiak, akik összekócolják a hajukat direkt. És így a metróban csinálják, hogy így minél kócosabb legyen. Ez ugyanez, hogy most kivisz egy függőágyat, és egy oké, poén, de most így ott fekszik 20 percet, hogy mennyit, nem? Tehát mi ez a nagy igyekezet? És különben, vagy egyébként erről szól ez a cikk, hogy az emberek ezt a Reclaim the Street, vagy ezt a közterületet tudjuk magunkénak, ugye? Ami tényleg ez a zöld mozgalomban benne van, vagy a politikai ökológiában, hogy ami engem körülvesz, ahhoz nem csak úgy
viszonyulok az utcához vagy a környezetemhez, hogy azt használom gazdasági szempontból, mert közlekedem, mert bemegyek a munkahelyemre, és ezért legyen egy olyan funkciója, hogy a városon át tudjak menni. Ahol alszom, és ahol dolgozom, meg ahol megveszem a kajámat, ott a háromszögben minél gyorsabban tudjak mozogni. Nem, mert ez a kiürítése magának az emberi létnek. És ezért mondja azt például a politikai ökológia, az én a környezet, amiben vagyok, az szolgálja az én olyan igényeimet, amit túlmutatnak azon, hogy eszem, dolgozom, hanem segítse azt, hogy a jó életnek az elérését. És ennek valóban lényege az, hogy akkor aki úgy gondolja, az tudjon függőágyba fetrengeni a szabadsághídon, hogy neki arra van gondja, hogy arra van igénye. Igen ám, de ez a fajta igények, ezek nem találkoznak azzal a felismeréssel, hogy bizonyos esetekben azért politikai konfliktust kell vállalni. Politikai konfliktust kell vállalni azért, hogy megmaradjon olyannak a városéget, aminek gondoljuk, vagy legalábbis legyen arról valami fajta közösségi konszenzus, tervezés, hogy akkor hogyan kell kinézni a városligetnek. Nem beszélve arról, hogy nyilván a városliget átalakítása nem merült volna fel, hogyha Orbán Viktor nem talál ki azt, hogy ő szeretne a várban, nem tudom, lenni. Ugye? Tehát, hogy azért itt is a más szempontok vannak. Tehát tulajdonképpen itt egy olyan paradoxon lép fel, és azért ez is valahogy az örökség ennek a holopit mozgalomnak, hogy akkor elértünk valami szemléletváltást, oké, de ez a szemléletváltás, ez egy ilyen felvizezett, egy ilyen híg valami, ami tulajdonképpen nagyon könnyen tud adaptálódni ehhez az egész szemlélethez a biznisz. Tehát olyan fajta identitásokat, vagy olyan fajta, nézzétek meg azt, hogy egyébként hogyan néznek ki a reklámok, ugye? Tehát most már mindenhol betesznek valami hosszú szakállú hipstert, és pontosan azokat az életformákat mutatják be ők is követendőként, ami egyébként önmagában kritikaként jött létre az egész rendszerrel szemben. Tehát ez egyfajta, ilyenfajta öröksége, vagy hát nem is öröksége, hanem egy, legalábbis az én meglátásom szerint egy ilyen paradoxon a magyar blokkvit mozgalom szempontjából, azért persze fontos hangsúlyozni, hogy ez nem önmagában a magyar blokkvitek hozták be ezeket a dolgokat, de vagy katalizáltak ezeknek a nyugati formáknak az átételét. Ilyen egyébként még, erről nem beszéltem, bocsánat, maga a foglaltház, ugye? Tehát Magyarországon nálunk, vagy Budapesten legalábbis, ami a blokkvithez kötődő, ott két ilyen házfoglalási kísérlet volt, a Centrumáruház, volt Ütőáruház, illetve ahol most a Kőleves nevű establishment van, azt próbálták befoglalni a házfoglalók. Hát főleg az ilyen, úgy ott is azért szerintem, ott is azért tekint a házfoglalók vagy a mozgalmaknak a motivációja, ott is egy kicsit ez a, ugye mindenki szeretne ilyen trendi lenni, meg ilyen exkluzív buliba ott lenni, és azért nyilván a házfoglalás is olyan, hogy aki azt tud róla, aki benne van a körben. Önmagában persze ez nem gond, mert azért a mozgalmakban való részvételnek a motiváció nem csak az, hogy elérjek akkor valami szakpolitikai döntést vagy változást, és az nekem jó legyen, hanem az, hogy valaki mondjuk valami státuszra vagy egyéni presztízsre szeretne szert tenni. Minden esetre maga ez az egész házfoglalósdi is, ugye? Tehát még ott vagyunk abban az időszakban, mielőtt jött volna ez a nagy romkocsma jelenség, vagy annyira elterjedt volna. Ugye a romkocsmák is egyébként azt a fajta mégis ezt a foglalt ház stílust imitálták azzal, hogy nincs egy olyan szék, amire le tudsz úgy ülni, hogy ne dőljön szét alattad, meg hogy nincs két ugyanolyan bögre, stb. Tehát kicsit ezt a fajta squat romantikát imitálták ők, de hát nyilván ott a motiváció, jó persze a színpad is azért csinálták, hogy legyen kulturális tér, miközben kocsma, hát azért ez mégiscsak egy üzleti vállalkozás. Oda tér viszont az, hogy akkor hol vagyunk most, a nemzetközi szinten azt mondják, hogy 2011 volt egy ilyen változás, tehát maga az egész blokklit tematika azért az lekerült a napirendről. Elsősorban Amerikában már sokkal korábban azért ez kezdett így elhalódni, hát a szeptember 11 után azért mindenki, aki kicsit olyan balosabb volt, az gyanús lett. Európában pedig hát maga az egész gazdasági válság, ami felszínre hozott újfajta mozgalmakat, másrészt más lett a fókusz. Itt a globális szolidaritás helyett azért mégiscsak arra került a fókusz, hogy az országon belül lévő
szegények vagy a lecsúszó középosztálynak a megsegítése lett fontos. Hát ugye ezek a különböző megszakítás ellenes mozgalmak Görögországban, Spanyolországban. Egyébként az Occupy Wall Street is 2011 erről szólt. Maga egyébként az arab tavasz is egyébként fontos hivatkozási ponttá vált. Magyarországon pedig hát nálunk azért 2010 az egy egyértelmű változás volt. Olyan fajta mozgódások kezdődtek el nálunk, ami ugye az egész Orbán kormány kritikája, illetve az új alkotmányen, az új médiatörvényen, ilyen volt a Milla. A szolidaritás, ami a rendvédelmi, meg tűzoltó, meg stb. A korkezelés nyugdíjának a megszüntetése ellen. Tehát akkor 10 után ilyen fajta mozgódások kezdődtek el. És az az érdekes, hogy ezt én így szoktam mondani, hogy használni, hogy azért kicsit megjelent egy ilyen liberális mozgalmiság, tehát hogy olyan ügyekről van szó, amik azért egy liberális tematikák, tehát ilyen sajtószabadság, alapvetően ilyen szabadságjogok. Ha csak arra gondolunk, hogy ez az egész CEU-s tüntetési hullám micsoda volt, nem csak a tematikát nézve, hanem hogyha megnézzük az embereknek, hogy valaki, hogy ott volt, hogy látja, hogy milyen fajta emberek vannak, azért ez tényleg egy ilyen budapesti liberális körnek volt a tüntetése. Szerintem az sem véletlen, hogy ebből nem jött egyébként el a Fidesznek a népszerűség csökkentése, vagy csökkenése, mert ami fontos egyébként a mozgalmaknál, hogy hogyan tudnak ők hatást elérni, a közvélemény megváltoztatásán keresztül, és a közvélemény akkor tud változni, ha azt gondolja, hogy azt látja, hogy a tüntető csoport az számára egy ilyen referenciacsoport. Ha azt gondolja, hogy én is lehetnék ott, tehát akkor igazuk van, nekem is igazam van. De hogyha a magyar társadalom egy nagy része nem tudja, hogy mi az a CEU, azok az emberek, akik ott tüntetnek, azoknak általában ő viszi ki a kávét, akkor nem fog ő együtt érzni, nem tud szolidarítani, vagy nem gondolja azt, hogy ezeknek az embereknek igaza van. De ez már egy másik dolog. Az, hogy Magyarország most hol tart a kicsit ilyen tágabb értelemben véve ez az alternatív mozgalmiság, vagy nem feltétlenül zöld, de maga ez az alternatív mozgalmiság. Nyilvánvalóan az LMP-nek a megalakulása az hatással volt a zöld mozgalomra, hiszen nagyon sok embert bevont a pártba a szervezetektől, a mozgalomból. Tehát ez egy természetes dolog, tehát ilyen erőforrások ilyen szempontból eltűntek. Én azt gondolom legalábbis, és akkor vitatkozzatok olyan, hogy nem így van, de szerintem pontosan ezek a liberális tematikáknak az előtérbe kerülése, ez az egész diktatúra, demokrácia, akármi diskurzus, ez pedig elvette a teret attól, hogy mondjuk ökopolitikáról lehessen beszélni. Ami egyébként az utóbbi időben fontos zöld mozgalmi ügy volt, mondjuk Kishantósnak az ügye, vagy a ligetvédőknek az ügye, illetve a római part ügye, ugyanakkor azt mutatja, hogy azért van nagyon erős potenciál még most is a zöld mozgalomban. Tehát azért ezek olyan ügyek voltak, amik országosan ismertek lettek, olyan ügyek voltak, és talán legfontosabb, hogy nagyon elkötelezett emberek vesznek részt benne, akik rengeteg munkát tesznek azért, hogy ezek sikeresek legyenek ezek az ügyek, meg lehessen ezeket nyerni, nyilván nem mindegyiket lehet megnyerni, és hát van is egy olyan folyamat, hogy a minél erősebb elköteleződés miatt azért néha tud szektásodni egy mozgalomban. Ligetvédőknél azért ezt lehet látni, hogy egy kicsit olyan szektás lett, ami ugye azért rossz, mert a kívülállók kevésbé tudnak majd közeledni ahhoz a mozgalomhoz. Tehát, hogy így nem úgy tűnik, hogy akkor ez, ha már referencia csoportról van, hogy ezek mi is lehetnék ők. Ilyen szempontból a római part szerintem sikeresebb, mert azt tovább is úgy lehet keretezni, mint egy ilyen családbarát, egy ilyen középosztályi kiállást. És hát úgy tűnik, hogy jelenlegi állás szerint, mert szerintem Talós még próbál valamit trükközni, de elvileg úgy tűnik, hogy ez egy sikeres mozgalmi ügy. Ami fontos egyébként, ennek kapcsán elmondani, azért a magyar zöld mozgalomban nagyon fontos mindig a lokalitásnak ez a kérdése. Tehát ez egy helyi ügy. Akik ott élnek, azok érzik azt, hogy valami átalakul az ő környezetükben, és emiatt akarnak valamit tenni. Ez bizonyos szempontból természetes is. Ami viszont a tágabban vett alternatív tematikát illeti, 10 óta például a lakhatási mozgalom az, amelyik fontos lett. Tehát, hogy a város mindenki, a közéleti iskolája, nem tudom ezek mennyire ismerősek ezek a csoportok. Ugye a volt nemrég ez a 7. menet a lakhatásért, vagy valami ilyesmi, lakásszegénység ellen, vagy valami ilyesmi volt a
Tehát, hogy ez a kicsit ez a lakhatás lett az ászlós hajója az alternatív politikának most Magyarországon. Ami kapcsán persze én azt elmondom, hogy ugye elvileg egy olyan mozgalmi ügyről van szó, ami nagyon sokakat érint, tehát egyre több cikk születik arról. Én most láttam úgy egy térképet, hogy valami a 25 és 34 év közöttieknek valami 42%-a lakik a szüleinél Magyarországon. Tehát, hogy Görögországban több, 10%-kal, de én azt hittem, hogy nem gondoltam, hogy ilyen magas ez a szám. Nyilván ez összefügg az egész lakhatás kérdésével, de az az érdekes, hogy úgy van keretezve az egész ügy, hogy tehát alapvetően egyébként a város mindenkire a hajléktalanok melletti szolidaritásból indult ki ez a mozgalom, és szerintem, legalábbis nekem ez a benyomásom, hogy az a középosztály, aki lakhatási problémával küzdik, vagy pedig fél a lecsúszástól, ő kevésbé tud csatlakozni egy olyan mozgalomhoz, ami a hajléktalanokról szólt eredetileg. Tehát azért szerintem vannak ilyen fajta problémák. Hát köszönöm szépen! Van idő a kérdésekre. Ha van kérdés. Én csak annyit tennék hozzá a lakhatáshoz, hogy szerintem pont érdekes az, hogy a gentrifikáció, hogy bejön, kizorulnak a lakáshiány miatt, ugye szegregálódik a város, tehát mondjuk bejönnek a jupik, amit teljes mondta, ezek a hintőnek a városból kikerülnek a szegregálódott, szegényebb rétegek, akik a lakáshiány miatt, és ugye a tüntetés is emiatt volt, nincs hol költözni, hol lakniuk, és nyilván utána a globális tőkerítve mondjuk a gentrifikációt is, hát amikor így elkezdenek földosodni és újra visszafoglalni a várost a szubkultúra területekre a középosztálybeliek, ezért lehet, hogy alapja lehet egy globális etikai mozgalomnak, egy klubmozgalomnak egy ilyen lakáshiány tüntetés, más szemszögből, tehát nem a hallítanak ügyében, hanem a normálisan a középosztály lakáshiányában. Igen, ez szerintem itt azért sok több eleme van annak, hogy ez miért nem tud így kialakulni. Egyrészt az, hogy szerintem a nehéz az azonosulási probléma van, hogy nem tudom, megpróbálok keresni az AVM-nek. Jól jöttem. Az AVM-nek a honlapján volt egy beszámoló erről, vagy ilyen képek erről a tüntetésről, hogy valóban szerintem az azonosulási probléma az, ami probléma, mert ugye ez úgy néz ki, ez az egész lakhatási mozgalom most Magyarországon, hogy akkor ugye ez a 2000 ember vonult, ami nem igaz, ugye? Nem tudom, mennyien vannak. Nem tudom, hogy miért kell éreket bekamúzni, hogy 2000, nem? Tehát, hogy akkor mondd, akkor nem mondjanak számot. Ez nem 2000 ember. Igen, itt van. Ez bőven nem 2000 ember. Ez 200 ember. De mindegy. Ezt megszoktuk, hogy szeretnek a különböző aktivisták ilyen szempontból tudozni. De ugye úgy néz ki, van egy ilyen séma, ami szerintem egyébként tök jó dolog, hogy vannak benne ilyen segítők, akik ilyen középosztályok, vagy egyébként, ha nem is anyagi, de kulturális tudás szempontból, vagy társadalmi tőke szempontjából azért sok erőforrással rendelkeznek, és akkor vannak a hajléktalanok, akiket ugyanúgy bevonnak az egész folyamatba aktivistaként, tehát nem csak ilyen altruista, ilyen fej, buksi simogató az egész mozgalom. De ami szerintem, igen? Eljött az Anonymous Légió is. Igen, ugye ez egy ilyen balos dolog, és akkor mindenfajta minden benne van. De ami szerintem probléma, hogy az, aki kevésbé, ugye itt is arról a dolgok az, hogy azért markáns kultúrálisan nagyon látszik egyébként, ugye látszanak ezek a baloldali elemek benne. Tehát, ha ránézünk, akkor látjuk, hogy ez egy ilyen új balos valami. Az, aki számára idegen ez az egész környezet, ő nehezen fog tudni csatlakozni ehhez. Egyrészt kultúrális szempontból, másrészt meg azért is szerintem, mert pont előjöttem múltkor valakinek, kicsit csúnyán hozzuk, de senki nem akar csődik kelektárból lenni. Ugye? Tehát ez olyan, szerintem sokan nem... Ugye? Tehát, hogy a státuszvesztése nem válasz az, hogy akkor egy alacsonyabb státuszba sorolódsz be. Nem? Mert hogyha én mondjuk középosztályok, és azt gondolom, hogy
hú, de jó, hogy egy ekkora lakásban az, mint az Ökopolis irodája, de mit tudom én nincs, akkor nem azt gondolom, hogy akkor én ugyan a helyzetben vagyok, mint a hajléktalan, aki ott van a nyugatin fekszik. Tehát hogy ez, szerintem ez egy ilyen fajta probléma. Ami meg még érdekes ebből a szempontból, hogy ugye most itt kollektív cselekvésről beszéltünk eddig mindig, tehát mozgalom, kollektív cselekvés. De Magyarországon is egyébként szerintem a kormánynak egyébként pontosan ez az egyik stratégiája. Magyarországon jellemző az, hogy maga az egész Kádár korszak egy ilyen demobilizációs stratégia volt. Ugye mit mondtak? Azt mondták, hogy akkor a második műszakkal, a VGMK, a háztányval, vidéken még az értelmiségek is, vagy szellemi dolgozók is fóliaság hasztak. Tehát mindenkinek megvolt a lehetősége a kereset kiegészítése, ugye ekkor beszélnek arra, hogy az önkizsákmányolás, mert nagyon sokat dolgoztak az emberek. De például mondjuk, amikor folytak a lengyelországi események, ugye? Tehát ott tényleg azért a szolidaritásnak volt 10 millió tagja. Tehát azért nagy tüntetések voltak, ugye akkor mi volt? Akkor volt egy ilyen, próbáltak a Kádárék szólni, meg oda, hogy na, azért a lengyel megos az lusta. Mert nincsen, nem tudom, a boltokban olyan állam meg van. Tehát volt egy ilyen magyarban, volt egy ilyen jó érzés, hogy mi nem vagyunk nyugat, meg nem vagyunk, mint a jugók, de azért nekünk jobb, mint a körülöttünk lényeknek. Itt a lényeg, amire akartam gondolni, vagy célozni, hogyha valami probléma van, valami változást akarok elérni, akkor ó, rendben ott van a kollektív megoldási forma, hogy akkor elmegyünk tüntetni, és akkor, ha van valami változás, akkor az egész kollektív módot érinti. Ugye egyébként a mozgalomkutatásban van ez a potyautas kérdés, Michael Olsonnak volt egy ilyen cikke, azt hiszem 65-ös, hogy akkor miért csatlakoznak emberek egy tüntetéshez, hogyha mások tüntetnek, akkor úgyis nekem is jó lesz. És akkor ezért vannak az, hogy különböző ösztönzők vannak a mozgalmaknál, státusz, társaság, érzelmek, stb. Viszont van egy olyan fajta megoldás is, hogy azt mondom, hogy egyéni stratégiát követek, tehát én individuális cselekvési formák, vagy megoldási formák, amikor nem azt csinálom, hogy akkor elmegyek az emberekkel, és közösen tüntetünk, és legyen nekünk jó, mert nem tudom, adják meg a kafetériát a munkahelyen, és azért tüntetünk, hanem bemegyek a főnököhöz, figyelj Patrik, szeretnék kafetériát. És akkor az csak nekem jó, többieknek nem. De ez egy ilyen egyéni forma. És vagy a lakhatásnál is valószínűleg ez van, hogy akkor még bíznak az emberek abban, hogy na, hogy összehozunk, meg ízé, meg eladjuk azt, és összetoljuk, és akkor úgy sikerül valamit elérni. És véleményem szerint az egészségügyben is ez történik. Hogy akkor lefizettem, meg ízé, megvan még az az ismerősöd, a belgyógyász, nem tudom, meg akár, meg fú, ismerek valakit, aki... És az egyéni ilyen életvezetési, vagy ilyen problémamegoldási stratégiák azok, amelyek ilyen szempontból elterjednek. És az egészségügyeket azért is nagyon érdekes, mert 2016-ban ugye két ilyen mozgalmat láttunk, amelyik hasonló volt az oktatás, meg az egészségügyi. Ugye a Tanítanék és Sándor Máriának a mozgalma. És egy nagyon fontos különbség a kettő között, hogy a Tanítanéknél létrejött egy ilyen koalíció a gyerekek, a diákok, a szülők és a tanárok, illetve az iskolai vezetés között. Tehát Pukli is egy iskolai igazgató volt. Az egészségügynél ott volt Sándor Mária, aki, hát így mondta tennap a hallgatóknak, de kicsit csúnyán hangzik, besírta magát a magyar politikába, de kb. Ugye neki a története az egy ilyen megható történet volt, ugye az RTL klubból ő feltűnt, és tényleg ez egy megható és szomorú történet. De mellette nem voltak ott a... Jó, volt azért olyan tüntetés, amikor kiállt, nem tudom, milyen orvos szervezet, meg rezidens szövetség, meg stb., de nem látszódott az a fajta társadalmi koalíció, hogy az érintetteknek a koalíciója, mondjuk esetleg a beteg, az ápoló és az orvosok, akiknek nyilván azért nincsenek olyan anyagi problémáik, mint az ápolóknak, mert azért a paraszolvencia őket így kisegíti, hogy azok felsorakoztak volna mellette. És akkor mi a megoldás? Nincsen kollektív megoldás, hanem akkor borítékoznak az emberek szépen. És megveszik maguknak a jobb egészségügyi szolgáltatás, vagy legalábbis annak a reményét, hogy foglalkoznak velük. És ilyen szempontból a kormány számára szerintem ez egy kényelmes helyzet, mert az egészségügy rendelkezők, és a leginkább akik hangadók lehetnének, az orvos elit, az nem szólal meg, mert neki megvan a magánpraxisa, meg a paraszolvenciája, tehát ő boldogan elérdegél. A beteg nem mer, mert fél attól, hogy akkor egyébként is egy kiszolgáltatott helyzetben van.
És akkor cserébe lehetőséget ad a kormány arra, hogy ezeket az egyéni stratégiákat kövesd azzal, hogy mondjuk adót csökkent. És akkor esetleg több pénzed van, akkor megveheted a jogegészségügyi szolgáltatást, de egyébként mindenki más meg fog dögleni, aki abban a helyzetben van. És ugyanezt történik az oktatással is, olyan szempontból, hogy külön óra, stb. Felvételi előkészítő, akinek van pénz, az megteheti. Tehát itt a kollektív és az egyéni stratégiáknak, vagy probléma megoldásnak valahogy a az ellentétjében. Érdekes, hogy gyakorlatilag ilyen kvázi privatizáció van, hogy gyakorlatilag kiszervezi a saját felelősségét az állam a fogyasztói rétegnek. Pontosan. Megveszed, ahogy mondtál, a különórát, vagy a fogorvos, stb. Pontosan. Tehát a felelősséget leveszi magáról. Pontosan, és ez az egy olyan úgy történik, hogy én egyébként annak a híve vagyok, hogy ne, tehát hogy legyen normális állami egészségügy és mindenki számára elérhető, de még ennél még az is tisztább helyzet lenne, hogyha azt mondanák, hogy akkor ez fizetős. Mert akkor legalább tudjuk, hogy mi van, és nem teszünk úgy, mint hogyha ezekben a struktúrákban egyenlőek lennénk, mert nem így van. Sőt, én azt hallom, hogy az ilyen alapítványi iskolákban a fideszes politikusok is oda akarják vinni a gyerekeket az AKG-ba. Ilyen helyette. Mert maga az, hogy ők nem teszik be az állami felsőoktatásba, nem a gyerekeket, hanem ők is külföldön tanulnak. Ugye? Tehát, hogy ez az, ami... És ez a probléma egyébként, vagy hát nem tudom probléma, ugye ez azért az is fontos, szerintem Magyarországot tudatosítani, hogy azért nagyon sok állampolgárnak, nagyon sok honfitársunknak azért nem gondolják azt, hogy nekik tüntetniük kellene. Tehát, hogyha megnézzük azt, én ezért szoktam mondani azt, hogy vannak ezek a adatok, amik arra vonatkoznak, hogy oké, a tüntetési részvétel az alacsonyabb, de azért a választási részvétel nem annyira alacsony. Tehát nem annyira olyan mértékben tér el mondjuk a nyugatitól, mint a tüntetési. Tehát szerintem nagyon sok embernek itthon fontosak a pártok. Tehát lehet, hogy alacsony a bizalmi szint bennük, de ők úgy gondolkodnak, hogy a politikai pártoknak kell politizálniuk. És akkor elmennek szavazni. Tehát ezért kell, hogy mondjam, fenntartással állni azokhoz a meglátásokhoz, vagy véleményekhez, amik azt gondolják, hogy akkor legyenek aktívak az emberek, és akkor, hogyha mindenki aktív és mindig elmegy, és tötötötő, akkor minden sokkal jobb lesz. Nézzétek meg azt, hogy mi történt a közös országmozgalommal. Komolyan mondom, kihaltam meg szomorú, mint egy ilyen, nem tudom, egy elhagyatott bányászfalú valahol Észak-Amerikában. Nem, amikor ott voltak. Tehát ott voltak szerencsétlen politikusok, ültek körben, és akkor 2-3 ember ott nézegeti őket. Nem? Ugye voltak ezek a webkamerás felvételek. Szerintem ez nagyon lehangoló volt ilyen szempontból. Mert az van, hogy a magyar emberek azok nem akarnak formozni, haza akar menni. Kész. Bemegyek a Tesco-ba, aztán itt vegyek otthonra. Kell mennem egy fodrászra, stb. Ilyen gondjék vannak az emberek, és nem formózni akarnak megbeszélni, meg akármi. Bizony, ez fontos, meg jó az, hogyha van egy aktív állampolgári kultúra. Én nem mondom azt, hogy nem jó, mert ezzel foglalkozom, csak egyszerűen ezt látom, hogy ez önmagában szerintem nem feltétlenül érték. És azért az is fontos szerintem, hogy ne álljunk már attól el, hogy akkor mit tudom én, mi történik külföldön, meg akármi. Egyszerűen ilyen a magyar politikai kultúra, hogy mi kevésbé vagyunk ilyen kollektív dolgokban hívők, akkor szép lassan kell esetleg ezeket elkezdeni, vagy megmutatni, hogy vannak másfajta lehetőségek, vagy pedig alkalmazkodni kell a politikának. Azért az is nagyon érdekes volt, hogy ebben a ciklusban kb. A civilek egy időben teljesen foglyul ejtették a politikát. Tehát, hogy volt egy olyan dolog, hogy akkor a civil az jó, és akkor a politikus rossz. Ez most is fennáll szerintem. Hát már kevésbé, mit tudom, Misetics is megírta azt a nagy cikkét, amit aztán összehájpoltak. És azt mondom, hogy én már ezt tök régóta mondom, de ezt mondom. Én már tök régóta mondtam, hogy ez nem megoldás, de hogy ez ugye a civil az jó, és akkor politikusan nem működünk együtt, meg stb., mert az alapból rossz. Így az egész politikával kapcsolatban akkor megerősíti a bizalmatlanságokat. Másrészt, és ezt mondom már egy ideje, még az egész CEUS tünti után írtam egy ilyen cikket, és egy másik tünti után nem is tudom, melyik van. A kormány számára meg tök jók ezek a konfliktusok. Hát, hogyha Soros Györgyel vitázik, Soros Györgyel nem lehet szavazni. Jó.
Igen. De hogy, hogy a CEU-ra nem lehet szavazni. Van egy konfliktus, amire benne van a kormány, amire lehet szavazni, és benne van valami, amire nem lehet szavazni. Akkor mi történik? Kit akarja a pártokat? Nézzétek meg azt, hogy emlékszik valaki, úgy tudom, hogy is hívtak a Kónya Péternek a haverját, a másik katona, most együttes képviselő. Jó, nem. A Berkes Balázs? Nem. Na mindegy. De már kilépett az együttből, hogy a szolidaritásos. Ja. És akkor... Na mindegy, csak azt akartam, hogy ő is hozzászólt az egész CEU-s vitához. Ott volt Széldeti, ott verte az asztalt, hogy akkor mi van itt a kormánnyal. És mit csinál Ignatieff, CEU rektor? Elmegy Kanadába meg Amerikába beszélni politikusokkal. Szerintem le se ült magyar ellenzékivel, vagy magyar politikussal. Nem, hát egy olyan ügy, hogy kitakarja a magyar ellenzékieket, és mindenki kiállt a parlamentben, tényleg minden, az összes párt kiállt a CEU mellett, és semmi. Tehát ezek olyan konfliktusok jönnek létre, amiben nem tud vinni az ellenzék. És ezért nagyon veszélyes az, hogyha ki akarja valaki takarni, mint civil a politikai pártokat. Ugye most nem tudom, hogy Gulyás Marcinak mi lesz ez a választási nagygyűlés, ugye november 12-én. Én, aki politikai párt lennék, én nem mennék el. Most minek? Nem? Minek vigyem őt fel, vagy emeljem föl az ő dolgát? Mit kapok én abból? Van valami tömegtámogatás? Ha ki tudna vinni 20 ezer embert, akkor azt mondom, hogy oké. Na, akkor mutatom azt, hogy erő van. De azt, hogy a 2-3-an fagyoskodnak, és akkor az nem oké. Annak nincsen értelme. Meg ha rossz idő van, akkor lemondjuk a tüntetést. Ugye ez lemondjuk a tüntetést, ugye? Én megnéztem, 800-an regisztráltak Facebookon erre, a Szabadság térre, amikor volt a Nem maradunk, nem tudom hol, ott meg 8000-en. Ez lehetett tudni azt, hogy ezért tök kevesen fognak elmenni erre. De mindegy, ez egy ilyen műfaj a tüntetések, nincsen permanens forradalom. De van, mondaná Lenin. De nincsen permanens forradalom. Nincs az, hogy akkor állandóan kimegyünk, stb. Mert vannak országok, ahol van ilyen, persze, mint a Hyde-ban mindig van valami bolond, vagy Németország mindig van valami Montags demonstráció, vagy valami. De nálunk ez nem így történik. És ilyen szempontból, és akkor ez egy zene fél lesz, hogy nagyon helyes volt a Magyar Zöld Mozgalom szempontjából az, hogy egy ilyen pártorientált szervezeti struktúrát választott. Persze meg lehet maradni a civil NGO szintűnél, de látjuk azt, hogy egyébként az NGO-k is egyébként hogyan ráron most ez a kormány, és hogyan próbálja őket hitelteníteni. Illetve azt is látjuk, hogy azért pontosan azért van egy ilyen korlátja a különböző civil szervezeteknek, mert nem lehet rájuk szavazni. Tegyük hozzá, hogy azért a Magyar Zöld, például a Greenpeace vagy a BP-ek nagyon jó munkát csinálnak és nagyon profik, és szerencsére nem folynak bele olyan ügyekbe, amit politikai pártoknak kéne vinniük, ellentétben mondjuk az ilyen Amnesty, Helsinki, TASZ-féle dologgal. És azért pontosan fontos az, hogy akkor pártként csináljunk és vigyünk zöld politikát, vagy ökopolitikát, mert pontosan ez a kormány egyébként csak az erőből ért. Minden tüntetés akkor hatásos, ha sokan vannak. Tök mindegy, és mi elkezdhetünk itt éjség szájkolni, nem megyünk el ebédelni, stb. Senkit nem fog érdekelni. Mondhatjuk azt, hogy ilyen meg olyan szakmai érvek vannak, és robogtathatunk valami papírt, senkit nem fog érdekelni. A római partért is azért vonultak vissza, mert lehetett, hogy gondolták, hogy sikeres lehet az aláírás gyűjtés, és a választás előtt elbukni valami ilyesmit, ahol megmutatja azt az ellenzék, hogy sokan vannak, attól fél a kormány, és még egy utolsó gondolat, nem véletlen, hogy ők állandóan nemzeti konzultálnak, nem véletlen ugye, hogy akkor népszavaznak, stb., mert a kormány mindig azt akarja csinálni, hogy megmutassa, hogy van valami többsége. Ha nincsen többsége, csinál egy olyan konfliktust, csinál egy olyan formát, amiben hivatkozhat arra, hogy itt 1,6 millió ember visszaküldte ezt az évet. És mindig van valami, amire hivatkozhat, hogy lám a magyarok így. Viszont, hogyha van egy többség, ami azt mondja, hogy nem, akkor összetör ez az egész narratíva, mint egy kártyavel. Hát köszi szépen! Köszönjük szépen!